Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, 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 sziasztok! Hello, hello, hello! Megérkeztünk máma! Hello! Sziasztok, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Jó, a hang softboxot be kell állítanom még. Hello, hello! Jó estét, jó estét! Sziasztok! Cső, 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 cső! Jó estét mindenkinek! Hello! Hello, hello! Zöld a chat! Csak zöldikék jelentkeztek be az elején! Hihetetlen! Hihetetlen! Szék stream! Hello! Mi lesz ma? Hát összeülünk az alvilággal! Ez a terv, az elején legalábbis. Aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső, 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 cső! Jó estét! Jó csütörtök estét mindenkinek! Jó napom volt, Pauló, köszi szépen! Cső, Sanyi, sziasztok! Ezt a tiszta zöld a cset! Tiszta zöld a cset! Köszi, Maci, a 19 hónapot! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen! Az gombozbó is sok! Hello, Zsolt! Szia, Csaba! Jól vagyok, köszönöm szépen, remélem ti is jól vagytok. Na, Benjamin, jó pihenést! Hello, hello! Szép estét mindenkinek! Pillanat, csak közben olvasok. Hello, 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 hello! Sziasztok! Jól telt a nap, voltam boxolni is, meg edzeni is. Durva volt. Ma szétmozogtam az agyamat. Írtál nekem egy verset, Marci, ne idegesítsé. Ez komoly. Nem lesz Minecraft. Mi lesz most GTTRP? Így van. Zsolt, köszi a 7 hónapot. Kedves vagy. Az alvilági vezetők összeülnek. Ez a terv. Aztán, hogy mi lesz belőle? Az majd kiderül. Szia. Szia, Dominik. Hello. Szemcsi meg van még, persze. Látod a videót, Benjamin? Szerintem tök jó. Tök jó poén az a szemüveg. Köszönöm, sziasztok az új nézőknek, régi nézőknek, akik most csatlakoznak. István, köszi a szubit! Levente Erdélyi nyerte. István, te állat, tegnap is küldtél, ma is, pedig ma nincs is nyeremény játék, és akkor is küldi a szubit. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon kedves vagy. Csókolom, csókolom, szép estét, Fortnite, az sem mostanában. PUBG-zni akarok majd egyik nap, nem tudom mikor. Sose kapok szubit, Kristóf, ne add fel, bármikor kaphatsz. Bármikor! Na, gamer, cuccok itt beakadnak. Hello, hello, ma lesz busz? Csak nem. A modderre gondolsz, hogy cékáznak? Cső Bence, hello, hello, sziasztok, sziasztok. Várjatok. Most ezt nem értem. Moderátori tevékenység. Ez nem vágom, hogy mi ez. Mit csinál ez a moderátori? Nem, ne valami, nem vágom. Lehet beállítani valamit. Hello, hello, hello. Úgy kaptál szubit, hogy itt se voltál. Így van, úgy is hozta YouTube. Így van. Cső Gyuri, hello, hello. Úgy is oszta YouTube, erre mostanában jöttünk rá, vagyis Mutko Laci írta. Hello, hello, sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek, hello, hello! Sziasztoki, jó estét! Miért nem vagyok sose tag? István, nem tudom, tényleg véletlenszerűen nyomja a YouTube. Dani olyan, mint egy tulipán, ha jön a szubi, megeszi őt a hurrikán. Niki nem örül, ha csajoz az RP-be, de igazából nem tudja, hogy meleg vagy kolcol a vidám RP-ben. Marci, te állat! Normális vagy? Most a szövetségesek írták, hogy valami meetingjük lesz 7-kor, szóval utána tudnak jönni. Vannak komoly fejlesztések azon a téren is a YouTube-nál. Na, Laci, ez jó. Ez jó. Nem ígérem, de jövő hétre lehet, hogy hozok én is egy dílt 5 szubiért cserébe, ha már én fizetem, akkor másnak ne kelljen. Köszi, botod! Köszi, cső Máté! Szia, Szabi! Minden oké, Csaba? Ma szétgyurmáztam magam, meg boxoltam. Ma elégettem egy 1000 kalóriát, biztos. Lehet, Anita, sose tudjuk meg. Soha se.
Soha sem mond. Lesz Makolc? Nem tudom, hogy lesz-e. Azt tudom, hogy ki lesz ma. Lafuentehez kéne menni, úgyhogy 4-8-ra, ezt beszéltük. Ki kéne találni, hogy hogy szorítsuk őket vissza, hogyha máshogy akarjuk őket visszaszorítani. Hát igen, igen Krisztián, a rendőröknek nem szabadna rájönnie. Vissza lehet nézni egyénenként a cseten kiosztott szankciókat, hogy jobban szeretek többszörös visszaesek. Jaj, Laci, ez jó. Az az UFO szemüveg az jó volt szerintem. Sróka intéz a tárgyalást. Szia, Jani! Nagyon tetszett a boxéva. Nagyon. Nagyon. Nagyon durva. Volt, hát kifáradtam. Elég durván. Azért meg 8-tól 9-ig edzettem, és utána 10-től 11-ig voltam boxolni. Érdekes, érdekes. Csaba Bognár, én egy rendőr vagyok. Nagyon jó, Csaba. Melyik autót fogom megvenni? Hú, most live elé, ha ott vagyunk, lehet megnézzük megint, melyik tetszett. 109 körül, 108-109 Mário Borosné nagy. Cuki voltam az UFO szemüveg, köszi. Tekila lát, nem kell azt megvenni. Nem kell, az van a Bahamasunk, az elég. Hello. Nem Gamer King, nem. Jó volt apu, köszi szépen. De amit néztünk, az nem lassú annyira. Megvan, itt van. Köszi Niki, ezt nézzétek. Szerintem ez nagyon durva. Ez nagyon kemény. De jó, nem? Ez 750 forint a Temun. Chat. Hát tök király. Ja, UFO szemüveg, tényleg. Tényleg kéne egy emót, várjatok. Valaki fotózza ki. Kell egy UFO emót. Még jól áll, köszi Robi. Elfogadom ezt a bókot. Drága érte? Ne idegesítsé. Így RP-zzek. Az a baj, hogy nem látok annyira. Nem annyira látok. Vagyis de látok, csak nem nézek, vagy mit tudom én. Azt hitted, hogy effekt? Az igen. Hello, furi vagyok? Egy kicsit. UFO! Itt az UFO, földre szállás. Itti hazatelefonál. Látok, de nem nézek. Mert nem tudom, kupon csomag. Igen, kupon csomag. Így van, Botond. Így van. A leírásban már jó írtam. Csak ott el voltam varázsóva. Mert valaki azt hitt, hogy 40 ezer évben vehet bármit. Így nem lehet komolyan venni, nem? Cső, Feri. Nagyon jó. 5 napig van tagságom. Nagyon. Ma már osztottak egyet. Melyik szarul játszunk 4 a Evolution. Úgy nézel ki, mint apám részegen. Nem tudom, hogy ez bók-e vagy nem. Laci, ez bók? Azt mondja, úgy nézek, mint az apja részegen. Ilyen bókot se kaptam még. Cső, Bazsa. Sziasztok. Megtámadtak az UFO-k. És átváltoztam. Sajnos. És a Pataki Attilást játszunk. Reklám nélküli azt hiszem. Igen, az elején meg a végén lehetnek, de közben nincs reklám. Kösz. 24 óra ebbe az utcába. Tényleg amúgy egy ilyen videót lehetne adni. De így látok, így jobban látok. Sziasztok! Szia Krisztián! Hello! Ez 300 font a Tesco-ba? Ne idegesítsé Dezső, akkor engem átvertek! Hát a Temun 750. Hú, nagyon durva volt Feri a box. Még elégettem szerintem 500 kalóriát biztos. Hát alig bírtam. Még ugrókötelezni is kellett, meg minden bemelegíteni, plenkelgetni. Kemény volt. De megtanultam az alaptartást. Meg a horgokat, meg ilyeneket. Úgyhogy tudok ütni. Végig ebbe lesz, dehogy is, nem bírom. Átvertek, sajnálom, de én ingyen kaptam a Temutó amúgy. Úgyhogy nem fizettem érte. Nem vertek át. Jó van, akkor ti ne vegyetek. Akkor ti a Tesco-ba vegyétek meg. Jó van, én azért baj, hogy naív vagyok, engem könnyű átverni. Az Audival minden oké. Okay. Bob Bestos. Minden oké, okay, meg lett csinálva, Mutko, hála Istennek, működik minden. Örülök neki.
Átjössz, Dani? Hova, Csaba? Ismerjük egymást. Ne idegesítsé. Ja, de én mondtam a Roli haveromnak, hogy nem tudom, hogyha bunyózik, én nem merek megütni másokat, értitek? Félek, hogy meghal, érted? Nem azért, mert nagyot ütök, hanem hogy ott találom-e. Volt, épp néztem, Mutko bedobta a TikTokon azt a csávót, akit itt eltaláltak, és fogyatékos lett egész életére. Hogy az ez kemény. 18.41 van, így van. Mi lesz ma? Az alvilággal kellene összülni. Jimmy, adom föl majd a csomagodat, jó? Megpróbálom holnap. Hello, hello, 100 dinár, amikor... Há, ja. Csá, Peti. Igen, Bozsva. Igen. Nem is tudom, hogy hívják amúgy ezt a csávót. Vedd már vissza. Rendben, akkor amíg üdvözöljük a több nézőket, addig visszaveszem. Egy mozdulatot? Nincs mozdulat. Ma edzettem is, mondom, reggel Ferive. Kemény volt. 2 per B-n lakunk. Le ne írjad már, Csaba. Hát nem megyek hozzátok. Hello Gábor, cső. Jól vagyok. Nem, itt van az ágyba, Bobestos. Veszek ma kocsin? Azt akarjátok, hogy vegyek. Nem tudom. Nincs nagyon sok pénzünk. Fura vagyok benne? Nem baj. Szeretek fura lenni. Autókereskedőt megveszed? Nem tudom, hogy megvegyük-e. Alex, hát 45-kor kezdjük, te állat! Szia, Csaba Sándor. Tap-tap babáim. Milyen sütemény! Cső, Dávid. Cső. Jól alakul a ház. Hónap hozzák a gázórát. Gázóra felhelyezésre gyűjtünk mámba. Te jó ég! 25 ezer forint, hogy főrakják a gázórácsát. Arra gyűjtünk máma. Köszi a 2 rózsát, spojt. Spolit. Spojt. Bocsánat, ha rosszul mondom. Köpő légy! Ne, inkább ufóni ki. Beszélnünk kell D-vel. Így van, D-vel is. Plusz 1 rózsa. Köszi. Ja tényleg, boldog nőnapot a hölgyeknek! Nem találkozunk. Bárki, te állat! Köszi a 46 hónapot! Köszönöm! Köszi, Equals! Equals azt mondta, tegnap nincs pénzed, tálat! Ne az utolsót küldjed! Kösz! Na, szóval boldog nőnapot holnapra mindenkinek! El is felejtettem, nem leszünk! Köszi, Dávid, a 13 hónapot! Köszi! Hónap nőnap van, figyeljetek oda a hölgyeket! Osztálytársaknak vigyetek csokoládét! Most jöttem haza a buliból. Most jöttem ki a templomból. Hello. Hello. Hogy kell tagnak lenni? Kedves Mária Borosné nagy, ön már tag. Ádika lesz, Cici? Nem tudom. Cső, Tibor! Cső. Köszi, Stoki, a 21 hónapot! Én nem tudom, Stoki. Kiderül. Én nem eszek édességet, de azért köszi. Kösz. Airsoftos szemüveg, ez az. Hova lett Diego? Elbújt. Diegus elbújt. Ja, a szövetségeseknek frakció meetingük van, úgyhogy ők az lányvelén nem lesznek. Nem tudom, hogy jönnek-e a tárgyalás. Lehet, hogy nélkülük kell lebonyolítani. Annyi, hogy lehet, hogy 3-9-9-ig tudok lenni, mert megyek át az egyik barátomhoz, mivel 80 ezer éve nem találkoztunk. Miért nem jössz át, Dani? Csaba, miért menjek át hozzád? Hát nem áll. Miért akarod, hogy én hozzád átmenjek? Na, mehetünk? Holnap lesz, nyitott, boldog névnapot. Így van, holnap! Jaj! Fú! Tudjátok, mi bosszant nagyon. Köszi valaki van az 5 hónapot! Köszi, bájtegém, a 10 hónapot! Köszi! Tudjátok, mi idegesít? Amikor már azt hiszik, hogy vicces minden évben, hogy boldog nőnapot Zoltán Erikának mindkettőt. Hogy ezt valaki kiteszi, én letiltom. Úgyhogy nagyon fölidegesít. Ez egyszerűen valaki minden évben kiteszi, és nem vicces. Nem vicces már. Hát kiakasztanak. Na menjünk. Jaj, ez nem kell. Ez nem kell a kijelző felvétel. Megyek már! Felfelé 45 plusz 1, így van. Viccesen vagyok ideges?
Tényleg? Jó, de nem tudok ebbe játszani. Azt is lőm világosság. Ma nem sorsolok, de már volt Subi ennek ellenére is. Igen, mint 11-en van. Fiabius. Ez a szemegé valahogy jobban nézek ki. Ja, meg a kálót elő kell, oda kell vinni a kopaszéknak, ugye? Ugye? Valami ilyesmi van. Ha jönnek mágusék. Jó, vegyük meg az autót, chat, és tuningoljuk. Amit tegnap kinéztünk, vegyük meg. Mit szóltok hozzá? Én nekem tetszett. Jó volt a hangja. Cső, Bendegúz. Meg amúgy se járt egy kis autó. Most az autó kereset megvesszük, szerintem főtuningoljuk. Nem egy jó számláló, kicsit késik amúgy. Be van lassúva. Milyen kocsi? Megmutatom még egyszer. Jó, így a live-en úgyis ott vagyunk. A ledes motor az nem tetszik. Hang, le van véve. Le van véve, Laci! Nincs baj. Nincs baj. Képzétek el, valaki rendet már teletárról? Valaki evett már? Képzétek el, hogy megkerestek. Jövő héten, egész héten kóstolhatom az ételüket. Így ilyen faluba kiszállítják, ilyen kis faluba. Hát én azt sem tudtam, hogy létezik ilyen. És hallottam a teletárról. Csak én nem vágom, hogy ide kihozzák, ilyen kis faluba. Reggel fél hét körül hozzák. És akkor mondták, hogy először kóstoljam meg, és akkor utána beszéljünk valami együttműködésről, úgyhogy kíváncsi vagyok. Először megkóstoljuk. Megkóstoljuk. Csak nem tudom, hogy valaki evette már ott. Na, szóval. Hidegen hozzá ki. Hát, berakom a mikróba. Berakom a mikróba. Dínókát? Persze, múltkor kommentet hozzám a dínóka. Kis cuki. Egy hétig kapok kajcsit. Meglátjuk. Így is kövér vagyok, de olyat van, fitness kaja, minden van, úgyhogy... Sok a választék, igen. Sok a választék. Másik ruhát? Nem tetszik nekem ez a helikopter. Fegyver is kell. Jó, köszi Bálint. Na, megmutatom nektek, hogy mit akarunk megvenni. Megint itt ez a csávó. Jó napot! Jó napot! Na, melyik az, chat? A tizedik oldalon volt, ugye? Tizedik oldal... Nem! Nem! Hanyadik oldalon volt? Hanyadik oldalon volt? Cső, Dávid! A Toyota volt! Toyota volt az? Szerintem ez direkt csinálja Máté. Ez az. Ez nekem nagyon tetszik. Na, ezt vegyük meg! 350 ezer van rá pénzünk és tuningoljuk fel, nem? Ez nekem nagyon bejön. Jó, hát kicsit kell a kagyarodásán csiszolni. De ez ilyen hozzámillő autó, nem? Jó néz ki. Szép jó estét, hello. Jó, vegyük meg csöt. Akkor legyen ez, most ne filózzunk. Nem kell segíteni maga! Ne segítsen! Nem éne! Mer! Ó! Oh, még jó is! Hegyre nem jó, hát azt vágom. Chat, hát még jobbat kaptunk. Ó, oh, hát ezt nem is kell átfesteni, ez nagyon jó. Ó. Oh. Mit szóltok hozzá, chat? Menjünk, gyors egy telepre menjünk, még van időnk, úgyis negyedre kell menni. Melyik telepre menjünk? Melyik van nyitva? Ez nyitva van? Nem lő... Nem tudom, hogy ebből kilőhetek-e hátulról. Meg kell nézni, hogy belőhető-e. Ó! Oh! Nagyon jó, kis finom. Ilyen kis finom. Zárva van a telep? Nem. Vannak a mentősök.
Jó napot! Köszönöm. Ebben tudok segíteni. Jó napot kívánok! Pillanat, csak leveszem a maszkomat. Szép napot. Jó napot kívánok! Az a helyzet, hogy most hoztam ki a szalomból ezt az autót, és szeretném kérdezni, hogy mit lehet ezzel csinálni, mennyire lehet tuningolni. Mert nincs sok pénzem, hogy őszinte legyek, aztán meglátjuk, hogy mi a keret rá. Rendben. Kicsit előre gurulok. Jó. Szerintetek? Amúgy nekem nagyon tetszik ez a forma. Kis sportos, tényleg. Igen, nagyon jó hangja van, az fogott meg engem is. A kanyarodása kicsit necces, de amúgy rendben van. Hát a fékek egyes szintűre, azt mindjárt mondom, csak arra lehet, azt hiszem. Várjál egy pillanat, 122 ezrünk van. Az meg eléggé probléma. Eltűnik a tablet, ha... Jó, nagyon jó vagyok. Hiányzik az 1 millió, igen. Uh-huh. Erre sajnos nem tudok teljesítménybeli tuningot tenni. Csak kozmetikumokat. Tehát ilyen festés, matrica, felni, fényszóró, neon, ablaksötétítés, esőcső, légzsák persze. Ez lökhárító, de az nem biztos, hogy van rá. Jó, rendben akkor, hogyha nem lehet a motortuning, akkor szeretném, hogy akkor hagyjuk az egészet a frontba, visszaviszem az eladónak. Jó, rendben. Kollega, jól tudom ugye, hogy ami csak egyes szintre lehet tuningolni, azt nem szabad? Igen. Jó, és hát a matricát ezt le tudja szedni róla? Persze, már is azt szedjük már le, postalitka. Csát, most ez szórakoztok? Hát mondjuk tényleg ször. De ezt honnan tudtuk volna? Új, az mégsem. Jéééé, nézzük azért a többit meg. Fú, ez jó lesz. Ez tökéletes. Jéééé. Ez jó választás. Nézzük, hát ha van még. Van itt ilyen, ez mondjuk ez. Hát ez ilyen szuprás, ez. Ez jó. Megint visszajöttük, igen, ez. Illik az úrhoz. Cset, ez mi? Jó, Új, legyen ez a sima. Ja, ez sima. Legyen sima. Jó. Ja. Jó. Ez mennyibe kerül az átnézésre? Mennyi a matrica, kollega, mert azt én nem látom. Nagyon nem gyenge. Látod? Nagyon nem. Gyenge. Ezt ebben nem gondoltunk bele. Ki csak mondta, hogy vegyük meg? Ki mondta? Ugye? Francba! Megszívtuk. Adjam rókák. Tényleg a hentáj is lehet rókának kiadni. Akkor annyi. Jó, akkor várom a számlát. Sajnos igen, ez a probléma, nem tudunk számlázni. Igen. Szóval készpénzzel vagy utalással tudsz. Jó, fizetni. Utalással. Mennyibe kerül és hova utalhatom? 66-os a bankszámlaszámom és 300 coin-t szeretnék ilyen. Azt a 300 ezer. Csak 300-at? Igen. Az ilyen olcsó. Csak egy matrice volt. Hát jó van, de dolgoztak vele, érti. 66? Leköpartuk. Egy 500-as, jó fej vagyok. Jó, át is utaltam. Megjött, igen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, minden jót maguknak. Önnek is, köszönjük szép napot, viszlát. Szomorú vagyok. Ne utalj, látja a neved. Nem baj, azt se tudja ki vagyok. Ha meg a szerelő mit akarna tőlem? Sima, szuper, sokkal jó. Kobrasztó. Milyen maga hozzám beszél? Jó. Akkor megyünk haza. Hát, pedig de miért nem lehet tuningolni? Megöltöttem. Sokat nem tuningoltam, chat, ja. Sokat nem voltunk itt a bűhelyben. Na menjünk! A szövetségesek valami meetingen vannak, úgyhogy most nem tudok jönni. Hát La Fuente-hez megyünk 48-ra. De amúgy jó megy! Ezt nézzétek! Már 250! Nincs ennek semmi baja.
Ezt nézzétek, hát tudok ezzel vezetni. Nem is kell több. Banda, lehet szövűbe, igen. Igen, lett egy ilyen szabályunk. Azért a kékek költöttek az Infinity-vel. És elég erősek lettek. Meg jó a kanyarodása is, nincs vele baj. Nem csúszik ki, ezt nézzétek. Ne vicceljetek már. Ha lehetne tuningolni, nagyon jó autó lenne. Szerintem ezt hagyjuk meg. Én ez jó. Ez jó. De nekem tetszik. Szia Norbi. Nem tudják ki vagyok. Megprenkeltem őket. Szerintetek rám lőnek? Dehogy kapnak el. Jaj! Mi van? Mi van? Nem vagytok szívba jó sok? Hálló! Hát vettem egy új autót. Mi az autót? De... No. Várjál, az a baj, hogy nem lehet tuningolni. Menj már arrébb, hát nem hiszem el, hát... Fú... Vatta, ki akarod próbálni? Jó, mert után dolgunk van, mennünk kell. De még csak így jöjjön. Jó, gyere, próbáld ki, mindjárt jövünk. Na, nem tudom. Na, de szép a védelem. Mi van, sikerült megbeszélni a dolgokat? Vagy itt van D? Sikerült. Jó, de azért majd mesélj róla, hogy mi volt, jó? Igen, igen. Na, próbáljuk ki, hogy küldjed meg egy kicsit. Jó a kanyarodása, annyi a hátránya, hogy nem lehet tuningolni. Jééééé! Széna, jó vezessé, nekem nem akarok meghalni. Tudom, hogy jót veszek. De jó, jó, hogy kijöttek, nem? Hát ez... 3.50. Köszi, Márk! Szép estét! Jó, hát te nem tudod kezelni ezt az autót, azért. Én kerekem. Nőnap van, holnap van nőnap, Zeti. De jó, nem leszek itt, az igaz. Hallott Főni? Mizuk? Hoztunk egy ajándékot a Johnnyval. Nagyon jó, menjünk be és akkor kérem szépen. Jó. Hozod Johnny? Nem lett leállítva? Nem csak a hangja jó. Hát ja. De mindegy. Ki veszed? Igen, mindjárt csak nem tudom, hogy ez jó. Várjál, megpróbálom elrakni, Johnny. Igen. Honnan nem hinném, hogy elbírod. Akkor arrébb állok. A karakter kinézettére? Szerintem tök. Mennyi volt ez a kocsi? Szia! 3.55. Úristen, van ám pénzed. Elfogyott már. Cső, várjátok, arrébb állok. Miért nem állsz be sose a kerbe? Nem tudom, valahogy a kerbe nem szokik beállni. Jó van, lezárom, el ne lopják. Na hoztak a Johnny-ék ajándékot. Ha jó, tele vagy. Dehogy vagyok, hallod, le vagyok égve, mert visszaadtam a Kályéknak a 1 milliót, aztán most csóró vagyok. Ja, okay. Persze, persze, neki adjál pénzt, légy szíves, öcsi, meg vagyok szorulva. 83 ezeren van neked, meg van ma vagy 500 000. 119 ezeren van a számlámon. Persze. Na, menjünk be. Persze, hogy adhatjuk. Ja, itt akarjátok odaadni, nem bent? Aha, mindegy, itt akkor is van. Gyere, is jó. Gyertek, srácok. Jó. Hoztok ajándékot a srácok, csak. Na, mit kell tudni erről az ajándékról, srácok? Ez jó lesz a bankrotása. Ja, semmi extra, csak kicsit voltunk dolgozni aztán. Ketten? Igen. Téged hogy hívnak? Engem. Igen. Tomika. Tomi, hallod? Mátéval is ugyanezt játszom mindig. Tomika, ne haragudj, de most már megjegyzem. Na ez micsoda? Ez 100 darab! Még én adok? Igen. Nem bírom átadni, ledobom a földre. Előléptetés nekik, chat, nem? Előléptetést. Ásztá!
Jó, figyelj, ezt vedd vissza, és akkor bevisszük a raktárba, jó? Mennyi jó. idő volt ez, srácok? Hogy, hogy honnan sok. Szedtétek? Kraftoltuk. Aztán... Ez Opa. Szép! Jézuska! jó van, Jolly, neked ez nem úgy kellett, hogy mert láttad, amikor először találkoztam velük. Lockpick, főket törn. Jó, srácok, ez nagyon szép munka, meg vagytok dicsérve. Milyen rangban vagytok most nálunk? Beavatott. Köszönjük szépen. Én meg próbaidős. Jó, rendben van, akkor teszünk ez ellen, menjünk be, és akkor megbeszéljük, csak tegyük le a cuccot. Jó van. Lehet rabolni vele, főtörni a bankot. Mit kell még sedni? Majd megbeszéljük. Jó van. Lehet 8-ra, szerintem nem érünk oda. Szia Zali, hello. 3 éve voltál itt utoljára, de durva. Én nem mozdultam innen. Nem tudom, be van esve az arc. Tényleg. Be van esve az arcom. Miért, chat? Mi történt? Inkább visszaveszem akkor. Johnny, ti nem jössz? Nem? Ha, ott vannak a D. D-vel. Ide rakjuk? Fegyvertárolóba. Jól van. Kell fegyver is. Jó, hogy ide lerakom ide táskára. Persze, jó lesz. Nem felveszed. Jaj, ja. Köszi, Zoli. Itt van. Kösz. Jövésem. Jó. Tényleg? Fú, ez nagyon durván, mondja, hogy azt jött, ezt megmutat. Jó. Kell nekem... Hát 120 lőszer. Kombat, oké, kell 2 golyóálló. Fel is húzom az egyiket. Mit kapok? Mi? Semmit, golyót. Nem, megyek átöltözni, és akkor utána a többieknek szólj, hogy sorakozzunk, mert akarok mindenkivel beszélni. Oké. Tamika sorakozó. Tamika! Sorakozó van. Kedden találkoztunk a szürkékkel. Igen? Jönnek ők is a mai megbeszélésre? Azt nem tudom, fogalmam sincs. De azt mondták, hogy a kékeket nagyon-nagyon, de nagyon nem szeretik. Nagyon jó! Akkor ez az előnyünkre fog válni. Jó, szuper. Ma oké, össze kéne futni velük. Jó, chat, ez jó. Ezt figyeljen fel. Ezt! Hát ez nagyon vad! Ha, tudom. Ez nagyon cool. Ja, mert van egy ilyen, ami sem volt. A másik jobb. Jaj! Ez véletlen volt! Ez nagyon véletlen volt, ne haragudj, boldog nőnapot! Átadtuk a nőnapi ajándékot, sinálnak. Bakker, megcsúszott az egér. Hello, sziasztok, veszek ki kaját, piát. Jaj, de hogy lehetek ilyen béna? Kell 10 kenyér. 10 energiaital. Jó. Beszélünk a többiek, és akkor megyünk La Fuente-hez, ez a terv. Jó. Aj, bakker, nem ezt akartam. Kéne maszk? Ehhez milyen maszk van? Ehhez a karakter, vagy ehhez az öltözékhez. Ehhez nincs maszk. Nem baj, vagány vagyok. Menni akarok. Jól néz ki ez a szett, csoda is, hogy mi állítottuk össze. Ja, szövetséges, most nincs, meetingük van. Hello! Többi főnökség Kézzük nincs? Én kaptam nőnapra ajándékot a főnök felvedő. Igen. Hát már te vagy a nő. Hála Istennek. Hol a D? Ja, ott áll D. Ja, ott áll. Azt mondta, hogy álmos. Tényleg? Aha. Jó, figyeljetek. Széna, ezt neked mondom. Tomika és Johnny nagyon jó munkát végzett. Hoztak 184 lockpicket. Úgyhogy szeretném őket megdicsérni. És a... Johnny-t léci próbaidős rangból, akkor egyel feljebb rakjuk, jó? De a hangszállad az viszont nem. Mi? Tomikát meg Léjjel vesszük. Nekem is jó.
Nagyon szemtelen. Milyen szemtelen? Gondolja 186, de mindegy. Jó, hallottad, Széna? Tökéletesen. De szép, mondom, Széna. Igen. Szórakozz, a Széna nem hall. Hallasz? Most igen. Na, hogy szóval, Johnny tedd feljebb egy ranggal, jó? Mert megérdemli. A Tomikát meg Leah veszük, mert szemtelen. Tényleg? Nem szemtelen, de hogy is. Nagyon Tomika, tényleg szemtelen vagy? Tényleg? Mi mit csinál, srácok? Semmit. Nagyon basztat mindenki. De most ez komoly? Dehogy. Na akkor megölöm. Kamillát is. Ott a Kamilla, kérdezök tőle, mi a baj vele. Szerintem be akarják már. Hát az, hogy nem tud vezetni. Értem. Jó van, Tomika, akkor maradsz te a helyeden, mert a srácok most lebeszéltek az emelésről, jó? Jó van. Jó, de figyelj, rajtad tartom a szövet, vigyázz le. Menjünk. Na, figyeljetek, megyünk, valakinek van a kérdése, mennénk a La Fuente-hez akkor megbeszélni, amit tegnap intéztünk. Valakinek van a kérdése? Nincs. Jó. Szürkék is jönnek? A szürkék, mondta a Szén, hogy beszélt a szürkékkel, nem tudjuk, hogy ott lesznek-e, bízunk benne, hogy lilák érték őket. Viszont ők is, na nincsenek jobb a kékekkel. Úgyhogy ez jó. Azt a szürkék, nincsenek jobb a kékekkel. Ma elkaptuk a szürkéket. Igen. És fizettek nekünk 50 000 dollárt, meg valami fegyvereket adtunk el tőlük. Mert engem felhívtak, hogy honnan ismer, aztán hívott nekem full random egy találkozót, hogy menjek oda, és akkor hívtam többieket, és akkor oda mentünk, és akkor... Jó, ez szép, de viszont... Viszont ugye most mi nem feltétlen akarunk rossz kapcsolatban lenni velük, de majd meglátjuk, én is akarok velük beszélni. Ma össze tudjátok hozni a találkozót? Valakinek van kontaktja hozzá? Téged hívtak föl. Van kontakt. Nekem is. Jó, hív föl Máté, és akkor mondd, hogy jöjjenek a La Fuente-hez, ha fölveszi. És akkor indulhatunk is. 13-ason vagyunk, gyere, ugye? Igen. Nem, sajátunkon. Sajátunkon vagy. De főleg a 13-as, nekem az a védet kell. Akkor oda menjünk föl, gyere. Nem elérhető. Jó, mindegy, mi oda megyünk a La Fuente-hez, a lilák ott lesznek, meg bízunk benne, hogy volt elnök is, és akkor megbeszéljük. Hello. Mehetünk. Ja, nem elérhető. Fegyver. Van mindenkinek fegyvere? Akkor akinek nincs, jöjjön. Nem lesz rá szükség, de nem árt, hogyha van. Barátok, vannak itt rádió? Valami fontos beszélgetésük van, aztán majd jönnek. Oké. Okay. Kinek nincs? Széna, neked sincs. De van. Igen, nekem nincs. Jó. Oké. Okay. Nekem mindig nincs. Oké, mennyit egy összpendőszert adok. Tessék. Tomika felszívódott. Tomika felszívódott egy kicsikét. Halló, valaki van itt? Mizu öcsi. Elindulhatunk a Fuentéhez, vagy várjunk meg mindenkit? Elindulhattok, ott találkozunk. Mondjad öcsi. Olajat tudsz adni, mert csak úgy elkezdett füstölni. Ha itt van a szekrénybe. Köszönöm. Hát egyet. Tessék, átadom az olajat, jó? Bugyi, jössz velem? Bugyi! Bugyika! Tessék, jó, menjél, öcsi, akarok Szénával beszélni. Na, Széna, mesélj, hogy oldottatok meg a problémát D-vel? Mit beszéltetek? Mondta, hogy ugye elfogadta minden ott. Még az elején volt az, hogy rosszul esett neki. Ugye mondtam neki, hogy ugye én nem tudtam róla, meg stb. Ja, mert D is ugye oldít el. Rendben van, meg mondtam neki, hogyha bármi baj van, bántanak, hogy bármi van, hozzám is nyugodtan jöhet. Szerintem mondom, korrekten, full normálisan veszekedés nélkül meg tudjuk beszélni, azt mondta, hogy Csumikor, gondolja ő is. Hello. Szóval igazából... Ja, nem aludtam még-e? Nem, még nem aludtam el. Beszéltük. Jó, de akkor mit mondott, hogy akkor ez így mehet tovább, és nincs semmi probléma? Így van. Jó, de azért megkérdezem őt is, behívom ide. D, be tudsz jönni a fegyvertárolóhoz? Aha, megyek. Köszi. Hallgassuk meg D-t is ezzel kapcsolatban szerintem.
Többiek addig mondják meg, ha odaérnek, hogy nem sokára mi is ott leszünk. Csak van egy kis elintéznivalom. Hallod, Kálló? Mondjad. Lerakom a kocsimat, akkor megyünk veled. Hova mentetek most? Elviszem a dét viszont nagy hőnél. Nézzük, nagyon kíváncsi vagyok. Vannak ilyen frakció... A frakción belüli konfliktusok amúgy nagyon lecsökkentek, hál' Istennek. Elugrunk szerelőhöz. Egy jó dé, mindent megbocsájt. De nem jellemző, hála Istennek. Régen több volt, több belső feszkót, meg voltak téglák, meg minden. Most már nem jellemző szerintem, amúgy. Nem jellemző. De ez a jó. Gergő, innen nem lehet elkésni. Vissza is lehet nézni. Megkérdezem az édét, nehogy itten félreértsük megint egymást. Szia, Tika. Ja, megváltóknál tényleg rengeteg, tényleg a frakción belüli balhék nagyon sok volt. Ez a négyen ma evolution. Már megyek is befele. Várom D-t. Lehet, hogy kinyírom. Micsoda? Lehet, hogy kinyírom. Miért? Meg téged is. Ne, összevesztetek, nem szeretem a veszekedést. Nézd meg! Bele! De ne lögdössé széna, mert... Napot kívánok! Vére! Tiszteltem! Ne lögdössé! Mondom, Vére, ez visszakaptad egyébként, amit kaptuk tőle. Figyelj, D, itt Széna tegnap mondta nekem, hogy van egy kis probléma. Sikerült megbeszélnetek ezt a dolgot? Persze, nincs probléma, megoldottuk. Jó, hála Istennek. De ha valami van, akkor szóljatok, ne itt a másik hátam mögött legyen probléma, meg ne folytsuk el ezeket a dolgokat, nem beszéljük meg. Ja, mindenki. Helikopter velünk van, aki itt volt. Jó, szuper. Akkor indulhatunk. A fegyvert azért kérhetek. Aha, adok. Persze. Hogy adsz neki, Széna? Aha. Először. Több vendéget várnak ugye ott, a lilákról tudunk, hogy mennek. Sokan leszünk, nem itt tudom. Vannak már. Itt jó, vannak szuper. Itt. Melyik kocsinkkal megy? Hát az újjal megyünk, amit vettünk. Mizu? Melyik adtál a kocsin? A terzó. Nagyon jó. Gyere, jöttem egy bolidra. Nagyon vagány. Majd a kutyú nehogy meglássad. Jaj, hát a kutyú kit érdeke? Azt tudom, most hol van. Nagyon jó néz ki, szuper. Megvárom a dét is. Jó, akkor induljátok utána. Széna, te jössz velem? Az új autómmal megyünk ám. Chat, hogyan tudnánk meggyengíteni a kékeket és a pinkeket? A többi frakció segítségével. Valahogy meg kéne oldani, kicsit. Jé, mit fogtál? Normális vagy? Nyulat. Érdekel a kutyú biznisze? Egyszer, hallgassuk már meg Discordon, nem? Az az igazság, hogy jelölj egy kutat, mert meg kell tankolni. Lagok vannak, chat? Nálam nem. Ja, légy szíves. Jó, mert meg puszájtok. Van nálad KP, vagy lehet kártyával is fizetni? Kártyáról. Jó. Mert mi azt se akarjuk, értitek, amit tegnap beszéltünk, hogy mi nem akarunk hetentesen lövöldözni, úgyhogy ez nem fog nekik tetszeni valószínűleg. Pedig ma kéne ugye a... Hú! A csávót ott... Bocsánat, nem tudom, mi van. Rossz fele megyek? Rossz fele megyek? Hát igen. Nem, kicsit talagulabb nem. Bakker, de miért mentem? Jó, most már jó. Én meg a tankolunk is, akkor megyünk. Itt van a jó. Jó. Itt az a. Nagyon jó. Hello. Jó estét. Nincs autó, a garázsból nem tudsz kikérni? De csak nagyon rossz a szemem és nem tudok vezetni. Az a baj, hogy ma mindenki elment, mi is két személyessel vagyunk. Ezt veszeltem, azt mondja meg. La Fuente. La Fuente! Jó.
Ilyen messze van benzinkút, széna, te átversz engem szerintem. Nem vernek el. Hát ez nagyon messze van. De ez a jó, mert nagyon sok helyen meg üres, nincsen be ez a hanyag. Ja, értem. Lesz jó. Cső Tamás, miért ez a kocsilata választás? Hát nagyon jó megy, jó a hangja, aztán mentünk a szerelőhöz live elején, azt nem lehet tuningolni semmit bele. Tiszta ideg vagyok. Álljunk oda, az egész város álljon oda, és mondjuk meg nekik, hogy vegyenek vissza. Megtankoltad? Sokat eszik. Hája. A mi ruhánkba? Á, nem lehet, hogy 80-21 ezeren érted. Kossz. Siker! Terzója. És nekem? Mi fis tankoló, cső? Meg vagy? Fis tankol! Már jó szerintem. Most már mindegy, de sok tudok kell. Az az igazság, hogy nem tankoltad meg. Na mindegy. Odáig elmegyünk. Csak nekem kellett volna beleülnöm. Jó, ez egy nagyon jó tankolás volt. Fogja kibírni, csak szólok. Cset. A játékom laggol, vagy a stream is? Ez nagyon durva volt. Cset, ez olyan volt ez a tankolás, mint a tegnapi róka tárgyalása. Megyünk már, csak nem tudunk tankolni se. Én nem laggolt, jó? Ah, nem érdekel, van pénz. Ja, nagyon sokat levon a trafi. Egy kész pénz is tankoljatok, mert kártyáról nem beszéletek. Na, hát én ebben számít, jók vagyunk ki. Tankolás kártya, elfélt a PP-ig. Na, de amúgy jó ez a kocsi. Ez lesz az új kedvenc autóm, széna. Na nézzük, kik jöttek el a mai napra. Csak nem lesz probléma. A féktáv az nem az igazi. Szürkék akkor nincsenek itt. Hello! Hello! Bocs az ötperc készítés. Hát meg úgyis csak így ennyien vagyunk. Várunk másokat is? Jönnek? Nem jönnek. Figyeljetek, a szürkéket nem tudjuk elérni telefonon, úgyhogy nem tudom, hogy mi van velük. És ennyi? Ennyi. Többieket nem utána, hogy őszintén legyek, tárgyaltunk a kékekkel meg a pinkekkel. És utána már nem volt idő arra, hogy másoknak is szóljunk. Viszont ki lehet írni, hogy hívjuk ide, nem? Az alvilág vezetőit. Csak hogy, ja nem, már Zsaruk is ide jönne, nem? Zsaruk ide jönnek. Meg a rózsaszínek. Meg akkor ide jön mindenki. Ja tényleg, kivéve, odaírjuk, hogy kivéve ők. Ja, örülnének. Az kemény lenne. A szürkéket, Máté, próbáld meg még egyszer létszúves elérni. LCDP még létezik. Az egyházat akarjuk itt. Az egyház is jöjjön. Igen, igen. Még mindig semmi, nem veszi fel. Az egyház is jöjjön, tényleg. Akarjuk őket kérdezni. Mindenkit akarjuk a kékeken és a pinkeken kívül. Ja.
Hello, hello, sziasztok! Vegyek más kocsit, Zsolt? Jó ez! Jó ez! Akkor van még az utca gyermekei. Igen. Valamennyik őket nem nagyon láttam mostanság. Na jó, ez az valószínűleg. De hát ha megpróbáljuk meg őket el. Hát még annól elrabolták az egyik családtagunkat. Akkor gondolom nem szívleültek őket. Jó, az egy házat. Jó. Hát igazából semleges. Ez egy Jézus beköp minket? Csak nem. Elengedték az urat. Akkor jó meg van. Meg visszaadták neki az összes szövetséges dolgot. Nincs meetingük van. Jó, gondolom majd beszéljen a főnökség szerintem, a többiek pedig a legyenek részét kint az udvaron, vagy az utcán. Nehogy probléma legyen, megjelenjenek ők is. Frakció meetingük van, ja, Soma írja. Hát nem igen, tudnak róla szerintem. És tegnap mit sikerült beszélni? Ja, felé? Ja, ezt el akarom mondani. Már hogy a publikus. Nincs itt a róka, mert olyan jó tárgyalt, hogy hihetetlen. tudná jó összefoglalni. Viszont megegyeztünk velük, képzeljétek el. Azzal kapcsolatban, hogy nem kérik a 18 fegyvert, és nem kérik a 3000 különleges csomagolt füvet. Viszont ők igényt tartanának arra, hogy hetente egyszer csapjunk össze. Na, mi ezt se akarjuk. Úgyhogy ezt még nem közöltük velük. Viszont van egy ember, aki főbosszantotta őket a barátainktól. Őt kéne, hogy eléjük vigyük a mai nap, és előtte ki kell nyírnia. A szövetségesnek ez nem is baj. Mondta, hogy ezt az embert ott kinyírjuk. Ha ez az ára a békének, inkább egy ember, mint 40. Viszont ez a heti lövöldözés, ez nem tudom, ezt se akarjuk. Ezzel feltételik a békére, hogy... Egy ember szerint, induljatok meg, amit befejeztétek igen. A szerelés, ha tudtok. Érdekes. Hello. Úgyhogy ezt... Ezék vagyunk itt, hogy ezt is elkerüljük. Nem lesz egyszerű. Majd átadjátok neki. Nem lesz egyszerű, chat. Rendben. Nem erre jönnek a zsaruk. Többieket elérni, hello. Egyház. Így van, lefelé. Lát őket mindenképpen ki fogják provokálni, nem? Azt a heti egyet. Vagy így vagyunk. Az egyház érkezik nem sokára. Hát azt mondták, hogy megbeszélt időpontban meg minden, de nem akarjuk, mert a többség úgy szavazott, hogy rengeteg veszteségünk lenne. Jó, ha nyerünk, akkor hát, nem, de hogy most elbukunk minden héten 20 fegyvert, az nem jó. Hát nem. Lebeszélt mészárlásnak egyetemi értelmetet. Azt mondták, hogy nem akarnak mindenkivel jobban lenni, talán így fogalmaztak. Hát akkor ennyi erővel lehetne boxolni is. Hát az meg nem... Van hátulringünk. Ennyi. Nem, a box nem... Ne boxoltatjuk ki. A box az nem feltétlen jó. Ki, sikerült elérni őket? Vagy jönnek? Pozitív, az egyház érkezik. Nagyon jó. Piroskák, ezek Jézus nincsenek. Sajnos nincs, de lesznek képviselőik. Jézus nincs. Ki az, akit még? Megnézem, mihez van még száma. Az a baj, igen. Én is megnézem, mi van a talomba. Bár még a régi számom van. Ez problémás lehet. Megvan a... Most a bicskülitől kinek van? Az Excelnek, igen, a napi nem működik. Most valami gonosz tevő még mindig, vagy ő már nem? Vagy mit tudunk róla? Bicsi, nekünk van valami? Van egy kontaktom nekem, és szerintem megcsörgött. Box halálig, nem jó. Jaj, köszönöm az egészség kívánásokat. Hú. Az a baj, hogy... Hogyha nem megyünk bele a lövöldözésbe... Csak most így lesz valami vasárnap este igazából? Nem, mondom, nem kell átadni nekik a cuccot, hanem mai nap oda kell vinni a szövetséges egyik emberét, és előttük kell megölnünk. Utána lehet az a deal, hogy hetente lövöldözünk. Viszont mi azt se akarjuk... Tudjuk ki, az a Jackson Walter? Nem. Akkor nem hívjuk. Bocsánat, Gábor. Bocsánat. A játék is van, maxon van. Úgyhogy mindenféleképpen problémás. Azt a heti lövöldözéssel akarjuk, mert sokat veszíthetünk. Ezért kéne a közös nevezőre jutnunk, hogy hogy tudjuk őket meggyengíteni, vagy bármi. Hát érdekes egy téma. Ja. Muszáj volt ehhez folyamodni, mert nem tudjuk már elviselni ezt a helyzetet.
Dani, dögölj meg. És akkor most igazából Jézusékkal... Van az így probléma? Peti, az UFO-k elvisznek ma téged. Hát ugye, annól meg ők akartak minket kihívni a... Hát igen, igen. És félek attól, hogyha ide hívjuk, akkor mi is bántódásra... Peti, te elvitték az UFO-t. ...esetünk bántódás. Most sincsenek sokan, és úgy alapból se, hogy hallott, beszélgettünk ma a pappal eleget. Most ha ők úgy nem szeretnek minket, akkor bár meg oda látnak a rossz színekről, és elmondani nekik, hogy mi mit tervezünk. Hát igen. Hát igen, ez benne van. Itt a ennyi emberné, ja, vagy a rendőrök, az ennyi emberné az információval valószínűleg ki fog szivárogni. Előbb jó, de hát ez bárkinél benne lehet. Persze. Hát persze. Csak most már egy családot. Nem, nem Gábor, ez a max. És most ha ők ezt nem tudták elfelejteni mondjuk, és de így mindig akarnak velünk kicseszni, vagy ők még bekötnek minket, a, akkor ugye... A pap fog jönni, ő még azt is megbocsájtotta nekünk, hogy a forhírt keresztet vágtunk a hátába, úgyhogy meg kétszer lábon lőttük. A pap az kifejezetten megbocsájtó alak. Legalábbis olyan. Nem tudom, hogy mi lenne az a közös terv, ami meggyengíteni őket. És ezek a piros mellényesek, vagy hogy hívták őket? LCDP-re gondolsz? Igen. Hívtam őket, nem vették fel. Nincsenek a városba. Nincsenek a városba, sokkal. Nem lep meg. Hát vagyunk sokan. Hát nem. Arra is gondoltam, hogy eléjük kéne állni. Így ennyien az egész, hogy főszólítani őket, hogy fejezzék be. Hogy arra mit lépnének. Hát elővennék a fegyvereiket, és neki kezdenének lelőni minél többen. Hát csak nem. Mert lefődni, milyen tapasztalataink vannak. Egyesével vinnének el nem minket sokan, is. 80-an vannak. Jaja. Biztos nem lenne nyitunk amúgy ezután. Utána lehet mindenkire rászállnának, azt mondjátok? Jep, jep. És halilák beszélnének kopaszékkal? Hogy? Semmit nem ért bátyám. Sokat hallod? Nem érünk. Tehát pár hete még hozzánk jöttek segítségért. Na ez az, és most meg nagy lett a szájuk. Hogy lettek barátaik, azt most nagy lett a szájuk. Főleg a kopasz. Hát ja, csak is értem. Akkor még a barátaik ellen kérték a segítséget. Hát, hát ez akkor az. Bekümáltam. De azért mondom, hogy ezek nem tudom. Nem tudom, mi van ezekkel. Azért kerestük a pinkeket még 2-3 nappal ezelőtt. Hát akkor ki kell írni Twitterre, pinkeket keresitek, és akkor ő neki talán elmondják. Mindent megtettünk. Nem érjük el őket, pedig konkrétan egy tagjukkal beszéltünk, úgy hozzon összeg találkozót. Számom az van, mert én találkoztam velük a múltkor, mert akkor... Már nekem is Japán megadta. Á, nem tudom, a boci szemű számját, ott felhívni. Viszont az a baj... Valamelyik hölgyhöz van ott a száma, a Japán megadta. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás. De értitek, oké, hogy elengedték ezt az egészet, de akkor is hetente össze akarnak csapni. És a másik, aki a legjobban idegesít, ez a kopasz, hogy jó nagy lett a szája. Mindig ott normálisan meg tudtunk eddig mindent beszélni, de így, hogy vannak barátai, már nem lehet vele normálisan kommunikálni. Hát persze, már eddig csicskit voltak minden nap, aztán most hirtelen lett melléjük valaki, aztán... Azt mondjuk kopasz tényleg azt is mondta, hogy velem mindig tudok normálisan aztán... beszélni. Nem csak, én tényleg azt nem értem, hogy 3 hete, amikor itt voltak, akkor még úgy jöttek elénk a kékek, hogy megmondták, hogy ők a békés úton szeretnek általában a tárgyalással megbeszélni mindent. Igen, ezt mi is a kopaszékkal tök jól lebonyolítottuk. Aztán most ez van. De ott nekik biztos, hogy van egy közös opció, amiért összeálltak. Egy érdek, közös érdek. Hát figyeljetek, amikor engem elkaptak, akkor egyértelműen a kékeknek parancsoltak a pinkek. Vagyis ők domináltak, nem parancsoltak, ők domináltak, hogy ők a dominánsabb fél. Hát, hogy megfenyegették azzal őket, hogy legyenek barátok, mert ha nem, akkor... Az is lehet, hogy erőszakkal vették rá. Most hát ez logikus lenne, ha előtte hozzátok mentek segítséget kérni. Viszont, ami ugye érdekes, hogy mikor elkaptak, akkor ugye... hát igazából lövöldöztek rám meg egyebek, és utána a pinkeket én fölkerestem, mert összefutottam velük. Igen. És lebeszéltem velük, hogy kapjanak el egy-két kéket, aztán valami legyen velük, hogy ezt így még egyszer azért nem, mert eddig nem volt problémánk ugye egymással. És akkor azt mondták, hogy pár hát fizetségért fejjel, akkor ugye
elkapják őket, nekünk is ide hozzák, viszont ne? Akkor ugye ez semmi. Nem volt ilyen régen, ez egy hete volt kb. Aha. De hát nincs annyi. Még annyi se. Annyi se, ja, annyi se. Szerintem ez mondták... egy hétfői nap volt, nem? Hát vasárnap. Vasárnap szerintem, és ezt vasárnap beszéltük, és hétfőn vagy kedden már ők csókolóztak. Csókolóztak! Igen, mert mások akartunk beszélgetni. Csókolóztak. Tehát most már én tényleg elvesztem teljesen, mert egyik fél se szívelte a másikat is, akkor most mégis. Igen, érdekes. Ez van, igen. Illetve van pár, hát vannak személyes okok is, például a kutya, aki most nincs itt nálunk, a kutyafej, neki a pingvinnel, a kékeknél nagyon nagy problémája van, meg fordítva is. Szóval itt személyes okok is vannak egymással, hogy oké, hogy a csapatok megbeszélik egymással, de a személyes okot nem fogják ezek félretenni. Hát aki a személyes sérelmeit nem tudja félretenni. Hogy ne tudjam, majd nem mondjam milyen ember. Hát ja, érdekes. Mikor érnek ide? Ja, mikor jönnek az egyház emberei? Ez nagyon jó kérdés, az előbb írtam egy SMS, hogyha nem találnának ide, de... Ja, az mondjuk nem rossz ötlet, Krisz, amit érsz. Kell egy hölgy, beöltözik szép ruhába, elhívja a legjobb főnököt. A telefont is mindig egyet közkéséssel veszi fel, úgyhogy lehet, hogy... valami van be. Sziasztok, hello, hello, jó estét! És akkor hogy szerzitek vissza a pénzt? A pénzt? Igen, nem. Ez a másik, hogy ugye azt valahogy vissza kellene szerezni. Hát mindenféleképpen valahogy lesz konfliktus. Igen, igen. Konfliktus. Ezért vagyunk itt, egy nagyon jó ötlet. Lehet, hogy akkor a kopaszt azt ki kéne nyírni teljesen. Úgyhogy ne tudják, hogy nem tudom, hogy. Vagy becsukatni. Két fejest ki kéne szedni. Ja, így van. A kopasz, meg a... Pinkeknél ki? A másik, nem tudom, hogy ott ki. Ja, tényleg, a megbeszélésen. Azt mondja a kék, hogy beszéljen a másik csapat is, akkor a csajnak átadom a szót. Azt mondja, a csaj szabadkozott, hogy ja, én nem vagyok senki itt, mi szólaljak meg, meg milyenek. Szabadkozott egy kicsit. Szóval nem tudjuk, hogy ki a főnök. Aha. Nem lenne nehéz megtudni. Akkor ki kell szedni először a kopaszt, a kopaszból ki kell szedni, hogy ott ki a fejes. Ja. Hát, de viszont, hogyha a hölgyet elkapjuk, ott azért ő biztos beszélne. Lehet, ja. Legalábbis a csapattársai. Mert a hölgy élete mindig fontos. Pedig ez, igen, ez így rugos. Mi lenne, ha ma a csajok itt a városban megtartanák a nőnapi partit, és ott túlszulejtedik azt a csajt? Szerintem akár jobb, hogy a holnap. Na, mégis csak egy nemzetközi ünnep, nem kéne beszentségtelenítani. Hát azért ma. Inkább csak hívjuk azért fel, hogy olyan tárgyalni, mert van valami infónk. Beadjuk, hogy van infónk rólatok. Problémázni ja, akarnak, ja, idejönnek, ja, hogy ja. Valahova anyám kinyára, azt ott elkapjuk őket. Hát vagy ide hívjátok őket Lafuentéhez, vagy a csajt, vagy valakit, és akkor jövünk, elvisszük. A csajja jönni fog a... Az egész csapat is fogják a kinket. Az a baj, hogy együtt mozognak. Kopasz kell ide hívni. A kopasz a szerdőm, azt könnyen mondom becsetkészre. Nekem megvan a kopasz száma. Nekem nincs. Nekem az intézte, a japán intézte azt a telefonok. Ez szerintem a hírogatban, de szerintem nincs elmentve. Nem a legjobb ötlet most ide hívni valamelyik ötlet. Nem, most nem. Nem most. Csak hogy... Már úgy most távolsa, már nem azért, mert most mi megkötöttük elők úgymond. Tehát még nem teljesen, de most békében vagyunk. Most ide hívunk egy embert. Valószínűleg egyébként nem egyedül fog jönni, hanem meg fognak figyelni minket. És akkor már buktuk az egészet. Jó, mondjuk ő béke van, és meglátják, hogy mi itt vagyunk, akkor igazából fölösleges volt velük megbeszélni azt, hogy nem hozzuk egy kérmást. Hát még várja, még nincs meg a deal, amíg azt a szövetséges emberét ki nem nyírjuk előttük. Onnan kezdődik. Hát az oké. De most ha, érted, hogy mondod, tehát most ha ide hívjuk valakit és elkapjuk, most megfigyel minket valaki, akkor már nincs miről beszélni ott, hogy kinyírjuk vagy nem nyírjuk. Aztán akkor megint le fognak minket támadni ugyanúgy. Ja. Meg ezt mindenképp úgy kéne ezt az elkapást is, hogy mi le tudjuk vele beszélni, hogy egyedül jöjjön, mert ez nem izé többször megbeszéltük vele, hogy akkor tőletek valami csak kisebb csoport érkezik, nem tudom. A mi autóinkkal elhozzuk, és akkor nem feltűnő, hogy vannak itt plusz autók, elrejtőznek itt a környék. Hogy lehet? Kérdésünk, kopasz, mennyire ismerjük? Neki a családtagjai mennyire fontosak?
hogy fontos hát, neki? Nem tudom. Nem a legélesebb kések a fiú. Hát, ja, várjatok, erre tudok egy nagyon jó magyarázatot. Ott térdeltem előttük, és az egyik barátom készszorította, sikerült beépülni a kékekhez. Készszorította a torkához. Hát az emberek, embereit nem érdekelte az ő a kopasz élete. Simán elvetszette a torkát. Csak túlélte. Sofi, tudod mire gondolok? Igen. Sofit kérdezem. Ja? Nem. Nem. Én sejtem. Ja, van egy ötletem. Kaza, azt kéne megtudni, hogy kopasznak mennyire fontos a család tagjai. Mert ha nagyon, ugyan akkor már tudnák segíteni. Abban azt viszont nem nagyon tudjuk elmondani. Fakanál élesebb ezeknél az embereknél, szerintem egyiket se hiányolna. Ez szomorú. Hát az uraknak tudnak segíteni azzal. Nem tudom, mire célod, és aztán mennyit csináljátok nekünk? Mit kértek ezért? Azt kéne kideríteni, hogy kopasznak mennyire számít a családtagja, mert ha igen, akkor tudunk segíteni. Az, hogy... Hát gondolom én számít az... neki, nem? Hát most, hogyha elvágták nem a nyakát és a csapata pedig ott volt körülötte és basztak rá, akkor nekem utána a csapatom valamilyen ja szinten... Nem tudom, én nem szívlelném őket, érted azért, bármennyire a csapatom, de... De azért, mert a kopasz mondta, semmit, hogy mit bánom én, öljetek meg. És úgy elvetszette a torkát, így mondta, hogy nem félt a haláltól, úgymond. Nem az, hogy... Akkor viszont fontos értem, neki értem az emberei, mert az életét adta. Igen, így van, már más. Az embereiért. Így tisztán. Akkor fontos neki a családja. Igen, szóval feláldozta, megsérült, feláldozta magát, hogy a többiek ártalmatlanítani tudják le mások maguk barátunkat. Aj, Manó problémába szenvednek. Ajja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 j
Meg megy fel. Ez nehezebb lesz, hogy gondoltam. Addig van nálunk minden, ami az emberi feltételek kielégítéséhez kell, tehát étel, ital és dohány. Nagyon jó, akkor egy dohányt kérek szépen. Szivar megfelel, vagy cimkér? Tökéletes a szivar. Kubai vagy pedi? Mindegy, ja, mindegy. Akkor egy kubait adok is. Töljön. Öngyújtója van? Nincs az se. Hopp, szerintem... Ide jönnek az egyház emberei. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Valaki jó kapott lenne egy kubai szivart. Nem mindegy, hozok jó. Nincs zsebben, nincs. Nem akarok antó venni, Tundrát. Mert most ugye ki kell nyírni a szövetséges embert. Viszont... mivel nem akarunk lövöldözni, ezért ők ezt nem fogják elfogadni, ezért ártalmatlanítani kéne pár embert onnan. Nem az egész frakciót, hanem egy-két. Na itt vagyok. Átjutott már önhöz vagy? Nem. Menjünk arrébb. Ugye ez a probléma. Köszi. Öngyújtója van? Nincs az se. De azt adta. Ha, igen. Ezt már miatt elmentem. Kicsit félre puszítni. Na, mindenki félre van ezt. Szivarozunk egyet addig. Nem tudom, hogy mennyire bízhatunk amúgy az egyházba. Mi a széna? Agyalok ezen a kopaszdors dolgon. Igen. Most hiába hívom. Hát van egy kis baj. Mi a baj? Most hívott egy ember a kékektől, hogy valami embert át kell adjunk ma, és ma az utolsó határidő. Igen, ha amit beszéltem. Ha nem adjuk át, akkor na, mi van? Nagy bajok vannak, fenyegettek engem telefonon. Figyelj, mondd meg nekik, hogy még a barátaik nem érkeztek meg, amint megérkeznek, keressük őket, jó? Rendben, megmondom. Fenyegetnek minket a kékek, hogy hol az ember, akit mára ígértünk. Csak még a barátaink nem jutottak a városba, így nem tudjuk átadni nekik. Ó, bakker. Még olyat tudunk csinálni, hogy külön megbeszéljük az egyház nélkül a dolgokat. Igen. Az egyház előtt megbeszéljünk valami fake információt. Aha, igen, és akkor megnézzük, igen, hogy
Jánnak kiszivárog. Nagyon jó. Nagyon jó ötlet. Jó, akkor srácok, ti szóródjatok szét, akkor a főnökség bemegy, jó? Megbeszéli a dolgokat. Ha lehet, bújjatok ki a bokrokon. A pirosaktól hívtak, hogyha gondolod, majd valamikor tudsz velük is beszélni. Jó, a pirosokat is hívd ide a Lafuentéhez, jó? Most nincsenek sokan a városban. Hát nem érdekel, ha egy van, már az is jó. Oké, jó, akkor jelzem. Köszi, bugyis, köszi. Szívesen. Menjünk az asztalhoz. Menjünk az asztalhoz. Többiek bújjanak el, bármit észleltek, szóljatok. Bokrokba bújjatok el tetőkön, hátra ganítom. Ez nem rossz ötlet, amit Mia mondott, mert hogyha Jézusék tényleg elárulnak minket, akkor az kikerül így az info. Ez szép, ez szép, ez szép. Szerintem jó lenne bemenni házba, mert... Miben vagyunk a házban? Nem mi vagyunk a Lafuente környékén. Ki kérdezte? Hát ez a kék ember. Hát és akkor, hát ha mi vagyunk, mi baj az, érted? Megérkezett az egyház. Nem tudom. Akkor mi legyen az egyház előtt, mert ők is itt vannak elvileg. Nem tudom. Szerintem nem. Egy percet. Nagyon még én ötlet, de nem tudok. Mert annyi, hogy akik ki vannak. Mert nekünk az nagyon végig szükség. Legyen egy hely, ahol a két családból. Sose biztos, hogy sikerülne vagy sem. De nagy húzás lenne. Ki kell deríteni egy kupasznak tényleg mennyire fontos a családtak. Hát igen. Hello! A fiú a Szetlélek nevében ámen. Jó napot, jó napot. Szép napot. Dicsértessék. Dicsértessék a Szent Jézus Krisztus nevében. De nem az ő nevében. Köszönjük, hogy eljöttek. A pirosakról mit tudunk? Nem tudom, megkérdezem. Pirosakat elérted, Bugyis? Igen. Jönnek? Jön. Jó. Jönnek. Azt az infót kaptam, hogy jönnek. Rendben. És bennük bízhatunk. Én nem ismerem őket. Ide előre szaladok a sarokra, hogy körülnézzük. Nem annyira kompetens csapat szerintem, hogy... Nem kérünk, köszönöm, nem kérünk. Rendben. Nagyon durva, nem? Hogy így összehoztuk, hogy az alvilág... És az egyház tudja a történetet? Nekik még nem mondtuk el. Jó. Akkor megvárjuk a pirosokat is, és akkor gondolom az úr és a hölgy vázolja. Igen, jó. Akkor vázoljuk a helyzetet, valaki hogy miért csinál. Is vagyunk itt. Ez érdekes, nem? Mert itt a város vezetésé, meg a csapatok ide jöttek. Hányan jönnek, Bugyi? Nem sokan, max. Egy vagy kettő. Kettő, állj, sokra megyünk. Nagyon érdekes. Hát, jó kapcsolat itt. Nem tudom, az a baj, hogy ez ki fog tudódni, szerintem. Remélem, most itt vannak felettünk a tetőn, 62-en, úgyhogy van mögöttünk egy egész nagy termőföld, ami még amilyen kis elbújhatnának rajta. Na mindegy, én nem szólok be. Küldjem el a tetőrőket? Ne, nem kell, hát... Csak gondoltam taktikai előny, hogyha szét van. Ja, mert a kék most hívta az egyik emberemet, hogy mi vagyunk-e itt a Lafuenténél. Szóval már tudnak róla. Hát és akkor mi van igazán? Ja, én is mondtam, hogy mi nem lehetünk itt, vagy mi? Mert az uraknak régi lehet, barátok hogy... vagyunk. Így van, így hát de lehet, hogy mi is ellenségek vagyunk, érti? Hát jöttünk tárgyalni az ellenségeinkkel, így van. Viszont remélem hamarosan megérkeznek a barátaink, mert az ember nagyon kell nekik. Nem akarom, hogy jöjjenek balhézbe, megfenyegették az emberemet, hogy igyekezzünk. Nagy rohadás volt kint. Micsoda? Nagyon rohannak ki, most láttam itt az ablakban. Ja, de nincs baj. Meg vannak kergőve. Jézus mikor lesz? Vagy nem lesz? Vagy mi van vele? Mindapidap pot volt. Aha. És kerestük itt tisztelt, kivel beszéltek. Nem lesz Jézus. Jó, nem baj, majd átadjátok neki, jó? Persze. Csak megvárjuk a pirosokat. Itt sürket, itt a jön. Drótos Istvánnak. Drótos István. Nem kell itt tegezni meg magázni, hogy az úr meg, akit kerestünk. Drotti. Nem tudom, mi lesz ebből. Félek! Pirosoktól jöntek. Pirosoktól jöntek. A legbefolyásosabbat küld be hozzánk tárgyalni, maradék, besítsa a terepet. Kiterítem ide a térképet, minden, a tervet elmondom.
kíváncsiak amúgy, hogy benne lesznek-e a többiek, vagy tényleg ki lesz kotyogva az info. Várom még sülük. És még azt mondja, hogy erre ezt a fajfikciót. Főnök, ott az ember el... A kísérem már be? Pont mint az első filmben, be, szűr a négy család. Kísérem, kísérem. Ott jöttek az ablakba. Miért nem ülünk le? Nem lehet kihúzni a széket. Ez a pulóver is meg, de maszk ismerős volt. Az ablakon keresztül biztos a pirosok azok. Megváltozott a ruhájuk, mióta legutóbb találkoztunk. Hello! Szétapolt. Szép. Most maga jött a pirosok képviseletében? Igen, én vagyok. Rendben, köszönjük szépen, hogy ön is megjelent. Na, akkor egy kis dolog. Mindenki kiabálja lehetőleg az asztalnál, hogy egyik sarokból a másikba halljuk. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Egy nagyon fontos dologról szeretnék veletek beszélni. Mert kezdenek itt a városban egy kicsit elfajulni a dolgok, és ezt szeretnénk megállítani, hogy ne eszkáládjon el minden itt, a hátunk mögött, vagy a szemünk előtt, akár. A kékek és a pinkekről van szó, nem tudom, hogy informálódtatok-e arról, hogy barátságot kötöttek, és hát eléggé agresszívak. Mi meg vagyunk fenyegetve, és nem akarjuk azt a dolgot csinálni, amit ők kérvényeznek. Valahogy erre a problémára szeretnék megoldást találni, viszont nem tudom, hogy a pirosok, illetve az egyház emberei milyen kapcsolatban vannak a kékekkel, illetve a pinkekkel. Erről jó lenne, ha beszélnétek, srácok. Akkor én mondom elsőnek, én semmilyen kapcsolatban nem vagyunk velük. Nem is bántottak sose titeket semmi? Á, de ilyen volt, sajnos előfordult ilyen, és ez most jó kapuval jött nekünk is. Az a baj, hogy itten túl erősek lettek, és háttérbe szorítanak embereket, csapatokat, és ezt akarjuk megelőzni. Az egyház hogyan viszonyul hozzájuk? Hát mi így személyre szabott téved megbeszélve, nem mondom itt az őszintét, hogy a pikkek azok egy olyan emberfajták, akik így az egyházat nem tisztelik. Aha. Köpnek rá. De van egy-két ilyen kék csávó, akinek így a telefonszámát, hogyha fellépjük, akkor felveszik, és tudunk velük találkozni. Aha. De nem ilyen baráti szinten. Mert az... becsalás, igen? Az simát megoldható. Mert az a baj, hogy amíg nem volt nem voltak szövetségbe, addig a kékekkel normálisan lehetett tárgyalni és megbeszélni. Viszont amióta megerősödtek, igazából be akarják csicsítani az egész várost. Illetve a lövöldözést szeretnénk elkerülni, ez a legfontosabb momentum a mai találkozónak, hogy erre találjunk megoldást. Hogyan gyengítsük meg őket, hogyan tudjuk akár ezt a kopaszt semlegesíteni, vagy a pinkektek, de végül is a pinkektől nem is tudjuk, hogy ki a vezető. De ezek állandóan együtt mozognak, és nehéz őket szétszedni. Illetve egy fontos információ talán, hogy mikor egy-két hete álltunk ugyanígy itt, és a kékek azt kérték tőlünk, hogy segítsünk nekik, mert nincsenek jóban a pinkekkel. Igen. És nem elég tudjuk, érdekes. Hogy a pinkekek amúgy ezekről tudnak-e. Mert beszélni akartunk pár napja a pinkekkel, pont erről, hogy a kékek mit akarnak, mit szeretnének, tudnak-e róla. Hát akkor megkaptuk az információt, hogy talán felesleges, bár nem tudom. Illetve múltkor elkaptak bennünket, letérdeltettek pár emberemet, sajnos megölték, kettőt. Viszont a pinkek dominálnak, ezt előbb említettem már a liláknak is, illetve a lefuentéseknek is, hogy a pinkek dominálnak. Szóval uralmuk alá hajtották a kékeket. Viszont együtt nagyon erősek, és nehéz szembeszállni velük. És erre szeretnénk egy megoldást találni. Mit tudnánk csinálni, hogy ne legyen háború? Nem akarjuk azt, hogy a kisebb bandákat is háttérbe szorítsák. Mi azért elég sokan vagyunk, fel tudnánk velük venni a harcot, de azért is nem tesszük, mert nagyon nagy a veszteség. Most hetente akarnak lövöldözni. Illetve ma előttük ki kell nyírni egy emberünket. Azt meg fogjuk tenni,
és így elengedik a 18 fegyvert, illetve a 3000 csomagolt különleges füvet. De nem akarjuk azt, hogy elnyomjanak bárkit is itt a városba. Pont azt akartam kérdezni, hogy valószínűleg, hogyha... nem tudom, tegeződhetünk. Persze. Ha veletek végeznek, úgymond, akkor jön a többi család. Így van, így van. Nem fogják hagyni az embereket élni a városba és csinálni a bizniszeket. De ti is ezt csináltátok eddig? Ha persze. Persze, Tamás. De igen, de most már csinálja is ezt. Ezért vagyunk most itt. Esélyetnek lehetetőről gondolom. Nem jó a napi. Ja. Most a szökőkúdba próbálok beleugrani. Hogyha akinek van ötlete, hallgatjuk, hogy hogy lehetne ezt jól megoldani. Rendben, akkor kezdjük. Felmerült egy, hát szerintem valamennyire irreális ötlet, de az ötletgazda azt mondta, hogy én adjam elő. A következő, beszéljünk ugye a mindenféle legális szervekkel, hogy ők kiszálljanak rájuk. Csett, köztük rendőrség. Ezt. Akkor szerelőtelepek ne drágábban, vagy ne szereljenek neki. Nagyon jó, a szerelőtelep. Hasonló. Nagyon jó. Nagyon érdekű dolgok. Nagyon jó. Amikkel nem, amikkel az ő életüket nehezítjük. Nagyon jó, a szerelőtelepes, ez tetszik ez az ötlet. Megbeszélni velük, igen. De nagy kiesés lenne nekik. Az a baj, hogyha nem a szereltet, igen, hogy... Vagy akár rendőrön kellene beszélni. Hány szerelőtelepről tudunk? Hű, ott sok van a városban. Az összesen meg tudjuk szerintem beszélni ezt. Ez már, jó! Hogy, ha benne vannak, de annyi kiesésük van ezáltal, hogy esélytelen. Hát igen, azért mégiscsak két családról van szó. Még azért rendőröket talán meg lehet kenni arról, hogyha esetleg valamiket elkapják mondjuk bankról, vagy bármi, és akkor kicsúszanjon egy-két információ, hogy mondjuk mikor engedik ki őket. Hát vagy pont, hogy feladni nekik. Ez jó. Jó, melyik telepek vannak? Én a dögvészesekkel jó kapcsolatban vagyok, őket rögtön ki is tudjuk szedni a sorba. Összjavító. Igen. Ők velük tudunk talán még beszélgetni. Millilák. Benézzelén megoldom. Jó, most ide tudjuk szerintetek őket hívni a tulajdonosokat? Nem hinném, hogy legtúlságosabb jól lehet lenne ide hívni őket. Hát, ja, veszélyes. Szerintem jobb, hogyha külön-külön van velük beszélve. Így van. Jó, akkor osszuk fel szerintem a feladatot, hogy ki melyik teleppel fog beszélni, mit szóltok hozzá? Hát, Mélilákhoz a sövító közel a idézőjelbe. Jó, akkor azt ijetek. Bienk a dögvész, meg vállalunk még egyet. Én megyek Benizre, meg a Groove Street-tel ledumálom. Jó, én melyik van még? Hallgatnak az érvekre. Melyik van? Ígérek semmit, megpróbáltál az SOD-tal is egy... Van a Parkers. Ők is szerelnek még. Jó, azt kell megbeszélni, hogy mit mondjunk. Ki jött? Őket nem is ismert, tudom, hogy ki jött. Ő kicsoda? Ja, Lila? Nem Lila. Mi most jött? Barát Kaló. Ja. Kicsi Bakó. Te vagy az mágus. Én vagyok az Matyja. Jaj, de jó, hogy itt vagy, jó. Oké. Okay. Figyelj, itt azt beszéltük, vázolom a helyzetet. Itt van több banda a városból. És meggyengítjük egy kicsit itt a kékeket és a pinkeket. Beszélni fogunk a szerelőtelepek tulajdonosával. És ez a kérdésem, hogy mit beszéljünk velük? Hogy drágán szereljenek, vagy egyáltalán ne szereljenek nekik? Hát akkor maximum úgy szerintem fognak belemenni, hogy drágább. Illetve talán még a mentős urakkal tudnak beszélni. Nagyon jó. Ellátás. Ez drágább. Hát teljes ellátást nem mondhatunk meg tőlük. Persze. Hát nyilván. Ez nagyon durva, hát ez viszont jó, egy áremelést, igen. Csak az a baj, hogy értitek itt az utca sarki boltba megveszik a Xanaxot, azt azzal egy 5 percet. Azt ennyi, ja. Nem baj az, nem baj az. Érezzék azt, hogy nehezítjük az életüket. Jó, de hát azért a doktor úr kezei mindig csodákra képes. Igen, még talán egyébként az is egy jó ötlet, mert is sokan vagytok, hogy az fegyveralkatrészeket, ilyesmiket ellenőrizgessétek, hogyha találtok egyet-egyet, fegyverre mindig szükségük. Szerintem nem járnak oda. Azért kérnek behajtandót hetente. Honnan van nekik amúgy ennyi lőszer, meg fegyver? Na ez egy jó kérdés. Ennyiszer akarnak lövöldözgetni. Kéne talán egy hitel szedik be őket. Igen. Van mostanság szállítás? Elnézést.
Ja, mágus, neked az előbb a kékek megfenyegettek minket, hogy gyorsan kerítsd elő azt az embert, akit ma ki kell nyírni. Igen. Jó, úgyhogy ezt intézd, mert azt mondták, hogy baj lesz. Pillanat. Pillanatot kérünk. Kula itt van rádió? Kula! Nem tudom, hogy ez az egyháznak, illetve a pirosaknak megfelelően, ha megtesszük ezeket a lépéseket. Nekünk megfelel. Egyébként ezek a pikkek eléggé fenyegetően bánnak. Ezért is hívtuk benneteket, is igen, mert nem akarunk, hogy benneteket is elnyomjanak. Mi mondom, sokan vagyunk, de mi is érezzük azt, hogy ez így nem jó irányba halad. Ha a rendőröket ráküldjük akkor, amikor éppen kocsikáznak, hogy valami 90% hogy beviszik őket, miért 50-50%-ban mindig van náluk fegyver. Az lehet, hogy 90% hogy használják azt a fegyvert. Hát igen, pontosan. Zsaluk lehet, nem vállalják ezt be. 100% hogyha egyet el akarnak kapni, akkor megjelenik még 40, és kezdődik és a lövöldözés lesz. Tudjuk, hol laknak a kékek, meg a pinkek. Igazából, ugye azt mondtam nektek itt a múltkor, hogy az miatt állítottak engem úgymond félre, és hát szerettek volna. Ja igen, a nétról sok. Mert hogy a lakhelyük környékén mászkálok, de hát ott fingom nincs, hogy hol lakhatnak, mert ugye ahol volt a régi nitrósok, és ez még mindig ott van igazából. Aha. Ott a hídon fent álltunk, mert ott neki mentünk egy kibaszott ilyen korlátnak, vagy minek, aztán azért álltunk ott, és ezt ők úgy vették, hogy mi megfigyeljük őket, miközben nem. De azt hazudták-e elvileg, vagy nem tudjuk, hogy hazudnak-e, hogy ott laknak. Aha. Vagy a környéken, ezek kérdezem. Hát annyit tudnánk csinálni. Hogy a környéket átozzék, átnézzük esetleg. Hát meg akkor oda küldünk pár egységet. Rendőrök? Micsoda? Itt rendőrök mit keresnek? Nem tudom, mit tudok az útszélő rendőrök. Jó. Itt az útszélő. Ja, én is rádiózom. Pillanat. Megvagytok odakint? Ajjaj. Egy pillanat. Rendőrök egy fehér kocsi elé jött. Rendőröket nem láttok odakint? Csugalom, hogy nincs itt. Nincs itt a kulidőben. Többen leszek a kólezban. Jó, akkor ezt továbbítom szarvasnak, hogy mondja. Próbálj, csak én időben tudom jelezni. Azt kapom el. Erről csávó. Hallod, én nem láttam. Erről csávó. Szarvas. Én is azt mondhattam, hogy itt vannak valahol az út szélén. Ha a kék hív, mondd meg neki, hogy nincs itt az ember. Nem tudjuk megölni. Hát akkor megkeresnek minket most már. Azt mondta nekem, hogy ma lesz. Jó, ha itt maradunk, ha keresnek minket, akkor megvédjük magunkat, de nem tudjuk az embert átadni nekik. Akkor biztos tudni átadni, hogyha megkeresek. Hát vágom, de akkor legalább megvédjük magunkat, jó? Úgyhogy legyetek részben. Ha egy rendőr sikerül elkapni nyugodtan. Rendben. De tájékoztass szarvas őket, hogy nincs itt az ember. Rendben. Kösz. Na, szóval várható az is, most ez kicsit komplikált, hogy ide fognak jönni, mivel nem tudjuk átadni a kékeknek azt az embert, aki nekik kell. És ezért ide akarnak jönni. Nem tudom, azt mondták, hogy le fognak minket vadászni. Őket ez hidegen hagyja. Ja, akkor gyorsan térjünk még vissza. Érdemes lenne akkor a rendvédelmes urakat is. Így van, így van. A rendvédelemtől már csak annyit is el tudnánk érni, hogyha valamelyiket beviszik bankról, vagy bármi is, akkor szóljanak nekünk, hogy mikor jön ki. El tudjuk kapni. Jó, én beszélek a mentősökkel. Megpróbálok a mai nap folyamán beszélni velük. Jó. Jó, mi a napokban beszélünk az esőről is, mert az esőről is. Hát, igen. Beszélek a mentősökkel. Egy rosszok úgy sincs. Hát, hogy itt jobban látok. Rendőrséggel tárgyalni valamit. Jó. Akkor volt itt még olyan ötlet, hogy raboljuk el ugye. Kopasz, ugye? Kopasz legfőképp, mert ő tudjuk, hogy ő vezet. Nekem ma lesz előbb egy autóüzletem. Nem tudom, mikor akarjátok ezt. Tényleg? Igen. Hú. Viszont addig el... De várni kéne azzal, amíg most nem tudjuk átadni az embert, hogy mit fog lépni. Szerintem mindenféleképpen a mait várjátok meg, és még pár napra. Hallod, de most mondja a rádió, hogy talán itt az ember? Itt van nálunk! Itt van, itthon van. Illetve meg kéne keresni a közös érdeküket. Igen, hogy mi az? Ja, hogy miért dolgozunk együtt. Talán annyit tudunk még tenni mindenek, hogy csak megejtjük akkor a pinkekkel azt a beszélgetést, hogy a kékek terveznek, vagy terveztek. Hát lehet, hogy nem is tudnak róla. És lehet, hogy ha elmondanánk, jó, 50-50%, most vagy elhiszik, vagy nem. Ja, Charlie. De ugye mi már kerestük őket, hogy beszélgetni szeretnénk. Hát, ha elhinnék, és hát, ha egy kicsit meginganának.
a pinkek. Kékek felé. Ja. Jó, csak azt sem akarom, hogy... Mi mindenképp megpróbálunk megfigyelni. Hoppá, meg... Ha jött a kalibán? Ja, megyek a kocsiből, ja. Köszi. Hagyjad, hallod, szaros, megvan az ember? Hát nem tudom, de most beszéltem a kékekkel, mondom neked, igen, nincs az ember. Igen. Hát lehet fejbe dolgozik, de hát most mondják, hogy itt az ember, nem tudom. Ja, jó, akkor figyelj, ha itt az ember, ezt tisztázd le, és akkor utána a kékekkel egy találkozót 8:30-re ő a nagy színpadhoz, jó? Akkor ezt tehát mondjam neki. Igen, hogyha megvan az ember, de beszéld meg a barátokkal is, jó? Jó, mindjárt intézem. Jó, köszi. Úcsát, ez kíváncsi leszek ebben. Na de hogy tetszik nektek? Ez izgalmasan hangzik, nem? 97-en vagyunk fent amúgy. Izgalmasan hangzik, szerintem tök jó ez az RP. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy mi, hogy lesz. Mi lesz ebből? Rendőrkocsit láttátok? Megtaláltátok? Na, no, na meg vagyunk. Törjetek vissza, megfigyelőre picit szúródjatok szét, ha bárhol mozgást láttok. Jó, hát akkor egyelőre ennyit tudunk igazából tenni. Igen, akkor... Akkor beszélgettünk a városban, és akkor átadjuk az információt egymásnak, hogy mire jutottunk. Így van. Jó, akkor én elmondó vagyok, hogyha az összes vezetőnek meg jó lesz, akkor ma csináljátok ezt az egész átadást, ugye a kék. Így van. És pár napolva is elég szét az asztal. Jó, figyeljetek, mit szóltok vasárnap 7 órára? Akkor itt lesz egy 3 nap mindenkinek ezeket elintézni. Az lehet, ez szomorú, minden nap. Hát, találkozhatunk. De vasárnap nekünk szűkös. Találkozhatunk, de gyors találkozás. Ja. Jó, de jó a jövő hét. Éppen csak átszámolhatjuk a infókat. És esetleg jó. Hétfő? Jó a hétfő. Akkor legyen hétfő. Mindenkinek meg fel. Jó. Rumi úr, Egyház úr. Szia, Béci. Pontos. Jézus lesz. Lesz. Jó. Napot kívánok. Nagyon jó. Akkor hétfőn. Hétfő, 7 óra. Ugyanitt? Ugyanitt. Elzsikert itt vagyok. Akkor oszolj. Jó, oké. Köszönjük a vendéglátást, és köszönjük mindenkinek a... Várjátok megjelentőt. Igen? Az a helyzet, hogy... A... Pinkekkel lehet összetudok hozni egy találkozót. Az nekünk jó lenne. Hát figyelj, most ezt mindenféleképpen meg kell várnunk azt, hogy ma mit fognak lépni. Ma nem fognak semmit lépni, most beszéltem velük. És az ember nem kell nekik? Mindjárt felhívom belük, hívom őket és beszélek velük. Mondtam, hogy most nincs itt, de most még de azt mondják, hogy itt kiderült, van. Hogy itt van. Igen. Úgyhogy most megbeszéljük, hogy most mi a szitu, mert elvileg nem történt ilyen, amiért most megy a vita. Jó, hát azért aztán akkor közöljük velük, igen, hogy nem öljük meg előttük, ennyi. Jó, köszi tudod. Mágusékkal még beszélek, jó? Okay. Közben azt akkor majd mondom. Jó, akkor mi is, jaj, meg elintézzük viszont most, hogyha az emberünket nem nyírjuk ki, akkor lehet, hogy problémáznak. Akkor több, mint valószínű, igen. Jó, ez legyen a mi problémánk. Csináljuk szerintem a terv szerint, mi beszélünk a mentősökkel, a szerelőtelepeket kiosztottuk, és bízom benne, hogy jól alakul. Nem akar... Viszont azt se akarjuk, hogy bajba sodorjunk benneteket ezzel kapcsolatban, de hogyha el lesztek nyomva, az se jó. Se úgy. Ja. Mondjad mindegy, mert így is úgy is kapjuk az ívet, ne haragudj meg. Jobb előbb. Ja. Szeretem a fel. Én annyira nem. Jó, köszönjük szépen. Akkor ennyi. Mi köszönjük. Vigyázzon mindenki magára. Vigyázzatok magatokra, igen. Köszönjük. Na, ez egy jó RP volt. Köszönjük. Minden oké? Okay? Sziasztok! Sziasztok! Hello, sztok! Mi újság? Viszontlátok. Ha az egyház maradni, akkor mindjárt visszajövünk. Gyere félre! Maradón a tüdő kalu. Gyertek itt a bizsőhöz. Megyünk? Jó, nagyon jó. Meg kéne először hallgatni őt. Persze, egyértelmű. Tüdesz mondta is, hogy nincs vele probléma. Csak akkor tudod, hogy mi lesz. Majd vagy megbeszélik valahogy, vagy nem tudom. Menjünk oda hátra, jó? Mikor mondtam neki, hogy a kékek el, csak azt tudta, hogy mi volt.
Tüdesz jön. Tüdesz ott van, beszél a holgóval, vagy szia, ez két nem denim. Én vagyok az bebő. Hallod, de szép vagy amúgy. Jó, a többiek maradjanak, a főnökség beszél a Klaua. A Klaus, Nikolaus. Jön a Klaus? Nem tudom. Micsoda? Tüntőlem meg izé, Kalu, ide ház, hogy egy kicsős idő, van az a farm, vagy mi ez? Lehet, de ha nem nyerjük. Kiért kell meg? Jézus, én ne csatlakozok a rádióhoz. A Tüdesz jöjjön meg a Klaus ide hátra, lópályához. Lesz egy csatlakozok a rádióról, Klaus. Ilyen Klaus. Az út szélén az a három alak, az a miénk? Itt vannak. Halló, halló. Hű. Várjál, ne csatlakozok. Valakit itt kitett. Na, akkor vázolod mágus neki? Persze, figyelj, az a helyzet itt kalukám, hogy kékektől jött egy olyan információ, hogy te cseszteted őket. Leginkább kopasztolja, tudja srác? Hogy jó? Kopasz mondta, hogy őt hívogatja, ja. Igen. Hogy te apád elvileg ott volt és hogy te ezért bosszút állsz, valami ilyesmi. Hát az volt, mikor még nem voltam. Köszöntek abból. Uh-huh. Akkor volt a másik, hogy csesztetem, az a főnökség adta ki, hogy akik lehet bosszatni. Amíg lehetett. Csesztetni őket. Melyik főnökség? Hát ti. Mikor még a pigmint el kellett kapni, meg arra, én szoktam az ilyeneket kiirugatni. Amikor elkezdtek amit lőni, meg baszakodtak velünk, akkor aznap este még visszavágtunk nekik. Aha. Ennyi. Jó, akkor ez tiszta, viszont ők azt kérik most, úgy állapodtunk meg velük, hogy a mai nap folyamán találkozunk velük, és megölünk előttük téged, Klaus. Viszont akkor ez most nem fog bekövetkezni ezek szerint, akkor mi legyen a következő lépésünk? Sajnán, szóljunk kopasz, azt nem beszélek vele. Találkozol? Igen? Meg kell beszélni valahogy. Megbeszéljük. Jó, rendben, akkor tüdesz, azt intézd, kérlek. Hát de hát az a csáv az, amit nem tudja, hogy én megöltem. Akkor csak én megél volt ott. Ja. Hát az mondjuk érdekes. Várjál, tegnap mondta, hogy elvileg őt bevitték kórházba, és neki kellett, mondva, valaki elmondta neki. Ki mondta erre, jó Isten? Nem tudom. Nem tudom, ezt mondta tegnap. Na, hát nem tudhatja. Ja, jó, akkor mondom a többieknek. Na, azt bemutatkozok neki majd ezt kényi. Milyen szép vagy kobrász amúgy. Köszönöm. Szívesen. Tegnap jó volt a meccs, vagy fostalicska volt? Jó, egy-egy a na várjatok, szólok a többieknek. Figyeljetek, Tüdesz összehoz egy találkozót a kékekkel. Nem fogjuk kinyírni Klauszt, mert tiszta. Jó, főnöki utasításra csinálta. Köszönöm. Szevasz, Fekusz Fikusz! Kit akartok kinyírni? Boldog névnapot a Tamásoknak. Nem nyírjuk ki a Klaus. Neki mit volt, vagy neki is egy normális tárgyalást lefolytatni, mint tegnap, jó? Megtomálják ezt az egészet. Jó, rendben. Mondva, hogy ők majd kapjuk el. Hozzánk megyünk. Nem megyünk mi sehova. Még sehova, várjuk az infót, a helyet meg az időpontot, amit Tüdesz intéz. Igen, és azt mondták, hogy akkor ez végig, hogyha lelőjük, ezt nem beszélni, hogy zapotja őket, meg ilyenek. Ja, de Kalunnak én mondtam, hogy csinálja. Igen, csak ugye ezért beszéltünk, és akkor most oda megyünk a kékekhez, és akkor úgy barom beszéljük ezt hosszat. Meg alapján nem gondolod, hogy most ezért gyengíteni akarnak? De az a baj, hogyha nem nyírjuk, értitek, most nem jön létre ez a deal, akkor ezek akkor folytatják a lövöldözést. Hát de jó, de ott van a másik is, hogy akkor az a heti lövöldözés, abban nem megyünk bele, akkor ugyanúgy rakjönnek. Nem, szóval azt hittem, hogy ez igaz. Tehát én azt hittem, hogy ez tényleg. Igen. A BMW-t akarják megölni, vagy a te emberedet. Hát igen, ez fordívás. Ha téged kéne fekk, akkor lehet állgondolni. Hát én mondjuk nálad nem gondoltam. Na viszont figyeljetek, itt a többi banda a vezetőivel, meg alvilági arcokkal azt beszéltük, fel lesznek keresve a szerelőtelepek, illetve a mentősök, és sokkal drágábban, el akarjuk egy kicsit lehetetleníteni őket, drágábban fogják megmenteni az életüket, drágábban fognak szerelni nekik. Úgyhogy ezt találtuk ki legelőször. Rendőröknek is szól, azt mondta Lafuente és Csávó, hogy egy kicsit rájuk állítja. Kicsit, hiába van pénzük, egy kicsit meggyengítjük őket. Most
melyik autóval jöttél? A szoldos kapitánynál jó van, ugye? Az jó. Melyik autóval jöttél? Mi? Se válik. Pandemma. Tudj, ez túl nyugodt cset, nem? Szerinted hogy ment be a börtönbe? Furcsa. Hát csak most egy kicsit tartok attól, hogy mit fognak lépni erre. Valaki nincs egy extra telefon? Egyértelmű. Nálam van, úgyse használom, gyere. Nekem tegnap a rendőr elvett mindet, ott a szakom. Tessék. Na, kösz. Tudom ki a vízre, de bejöttem anyósra, majd meditálok egy kicsit. Most mi a tervünk akkor? Figyelj, most a Tüde szintézi a találkozót, igazából... hát a reakciójukra vagyunk kíváncsi, hogy mit fognak erre lépni, hogy nem öljük meg. Mert kopasz hazudott. Illetve állítólag a kopaszot megsérült, szóval nem tudja a Klaus honnan tudja. Ja, aha. Azt hoztam. Ja. Na jó, hát nézzük. Jó, de én nem csicskulok be. Elhiszem, Fekka, elhiszem. Beszéljek egy találkát, főnök Górival? Figyelj, kell, de először várjuk meg, hogy mikor hívnak a ké... Először azt tudjuk le. Utána majd intézhetjük ezeket. Én a mentősökkel hallod? Fogok beszélni. Beülök az autóba. Megyek van kajád, mint piád, Dönös. Kajám van, piám nincs. Piát tudok adni, Feka. Ja, az jó van, ne. Hát azt már nekem is adhatta, ne legyen így. Zsíj, köszönöm. Tessék. Jó, csak egy darab elenergi! Jó, hát dobd be, jobb lesz. Ha mit mondtak, mikor hívnak? Ennek. Nem tudom. Beülök az autódba, hát hallod, jó? Meg. Jó. Hú, ez érdekes lesz. Szerintetek mérgesek lesznek, vagy elfogadják, hogy nem nyírjuk ki Klaust? Mi van, csönd királyt játszottak? Hát, jó. Figyelj, mondd, csak nem mészárulnak le minket ott helybe. Á, én elgondolkoztam, mit mondtak a liláktól egy ember, hogy mit gondolnak ő. Igen. Hát ők azt gondolják, hogy most a... Hát valahol igazuk van, hogy a rózsaszínek meg a kékek nem bírták egymást. Igen. Hirtelen elkezdtek csókolózni. Igen. Igaz. És nem-e az lehet a háttérbe, hogy a rózsaszínek beférkőznek a kékeknek a... Bizalmába. Teljes bizalmába, és megtudnak minden információt, és szétbomlasszák az egész kék családot. Hát azt mi is tudjuk, hát tudjuk hol laknak, tudjuk kik a vezetők, de ők belülük, érted? Hát ezek élvezik szerintem most, hogy erősek. Nem olyan okosok azok. Hát nem erősek ők, buták. Így. Jó, akkor... Most találkozunk. Még mindig várjuk az információt, hol lesz a találkozó. Viszont veszélyes lesz, mivel ugye Klaus nem fogjuk megölni. Meg ezt próbáljuk megbeszélni, de eldurulhat a helyzet, úgyhogy figyeljen mindenki. Tisztelem. Kapitány, magával beszél? Kapitánya beszél? Nagyon jó. Egy kicsit ellehetetlenítjük őket, így a városba. Legalábbis megpróbáljuk. Mikor tudnánk találni? Szerintetek a mentősök belemennek, meg a többiek? Nagyon kíváncsi vagyok. Most nem érek rá arra. Vasárnap esetleg megoldhatok valamit? Jó, vasárnap, az jó. Feri. Igen? Mindjárt jövök. Milyen ruhába jöjjenek? Igazából mindegy. De olyan bizalmas kell, jó? Bobket vagy humán. Hát ja, hát csak nem nyírnak ki minket. Hát ja, de viszont visszautasítjuk azt, amit megígértünk. Mi is tudnánk segíteni, meg önök is. Ilyen kis kölcsönös. Letérdel a csáva és elvesztek a fegyvert és lefegyverzett őket. Ott lesznek, hogy 25-en. Jó. Vasárnap akkor még csörgök, jó? Köszönöm, vissza a csávot. Vasárnap találkozunk a... Na, vasárnap. Jó, király. Jó, de nem akarunk kár lövődözni. Ja, erről beszéltünk. 23-an voltak szóval. És bizalmi kör. Na, ez jó, hogy intézted, ez szép. Ha, figyelj. Ha itt játszunk, akkor keverjük a szálakat meg nálunk. Ja. Akkor mi nem belülről rombolunk, hanem mindenhonnan is.
Hát jó, én... érdekes. Bocs. Én beszélek a mentősökkel, a többiek... Mi ez a technózene baj? Többiek beszélnek a szerelőkkel. Ez tüdő? Ez tüdesz, persze. Ő intézi most a találkozót. Van ott össze rendesen, a köszönjük. Ja. Most szervezi a találkozót. Kocsiból azt megyünk Konstantin. Jó. Menj már bátya, te vagy az bazd. Hallotta mindenki? Igen. Ami? Alsó gatyád mosásból? Én főttök benne? Jaja. Call center. Gatya néki vettem fel ezt a sütőt. Kopasz cékel vált, az most még nagyon messze van. Fegyver van mindenkinek? Van, hogy én adtam a többieknek, de csak nem lesz rá szükség. Mikor elindultak, szóljatok. Kiszaladok az útra. Haj, széna hol van? Hát de most erre vagyok kíváncsi, hogy mit szólnak ahhoz, hogy nem nyírjuk ki ezt az embert, mert igazából kopasz nem mondott igazat, vagy... De igazat mondott, de... Meditált. De az főnöki parancsra kapta. Széna meg tovább. Van itt. Elég kell, hogy itt van ide is. Hát én valaki vegyem, hogy engem is. Szénát megvárom. De amúgy már van tíva. Mindenki? Valaki tud szélni. Valaki megkezdeti. Nem lehet tuningolni, Dominik. Na, akkor készüljünk fel a CK-ra. Eljött onnan mindenki? Mi kicsit késünk, mert Széna még itten meditál. Mizu? Nem is mondom, van-e még itt valaki? Ja, várom itt az embert, mert pisil. Ja, a hölgyek pisilhatnék el volt. Meg amúgy, na mindegy, azon nyújtunk még, hogy honnan tudták meg a kékek, hogy itt vagyunk. Hát nem az, hogy pontosan tudták, hanem Létel annyit mondtak, hogy mi vagyunk-e erre fele, kérdezte. Oké. Okay. De ezt hogyan? Nem tudom. Fogalmam sincs. Megérkeztünk és rögtön rá egy pár perc és... Hát ja, érdekes. De én úgy gondolom, hogy sikeres volt ez a megbeszélés. Én örülök, hogy ennyien eljöttek. Melyik nem tud vezetni? Majd kíváncsi leszek ennek a folyamat. Na menjünk, mert dolgunk van. Köszi. Sziasztok. Sziasztok. Na, Széda, gyere már, mert dolgunk van. Valaki lökjön meg minket. Jó. Szeretnék. Lökjétek, mert le fogok füstölni. Jaj. Valami nagy terepjáról. Bálint már csináltam útot. Szerintem nem nagyon kéne így megkötössé. Ja. Easy Rider! Hú, nem jól látok, csak. Segítök meg. De ilyen szemvekben jobban vezetek. Képcsünk Korsztentennek a járatánál. Gyertek ide, jó? Halott, képzeld el Széna, felhúztam a szemüvegemet és profi sofőr lettem. Nem tudom, már itt van. Ja, úgy vezetek, mintha muszáj volna. Akkor nem fogunk meghalni. Nem, ha sose halunk meg. Sose. Akkor jó. Látod? Kicsad, dírdur! Milyen szemüveget? A köpő legyen szemüveg? A köpő legyen szemüveg, így van, ez hatásos. Na, ez jó. Tiszta jó. Hát nagyon megy nekem. Jaj. Na mi van, csak ide parkoltam megnézni a táblát, hogy Robinson realistét. Na persze, hát neked be akartam megmutatni, nézd meg. Ott a telefonszámod. Dávid Csó, egy ilyen pas illik hozzád. Á, nem. Hát, hogy nem szabad, hogy képzeld el, hogy
Tomásokkal van együtt mondod. Kifejzékenykedik? A szarva. Kire? Hát mindenkire, ha gosztal beszélek, hogy bárki. Tényleg? Hát persze. Képzelte, várjál. Na képzelte. Te múlt, Tamás. A farkas. Mai videó leírásom ott van. Hoppá! Mondtam semmi. Megjöttünk, köszi. Hallott te farkassal? Szeretkezel? De miért? Ja, akkor félreértettem. Jaj, majdnem elütöttem a bicikliát. Szembe kocsi, vigyázz, vigyázz. A mai videó leírásában ott van, 750 forint, azt hiszem. Hagyjak, már itt van. Jó ez a kocsicsek. Vannak sokan. Jézuska! Hát nem tudsz vezetni! Nem te! Normális vagy! 30! Melyik vezeti ezt? Hát parkolsz, azt elém jössz! Vagy belém jössz! Szállj ki most, ha mersz. Jó, nem baj. Hogy hívnak? Máté! Máté, normális vagy? Na menjünk tárgyalni. Ugrottál, fizeted a jogsiát neki. Na most már leveszem, mert most már komolyan kell venni dolgokat. Mehetünk. Gyertek, srácok. Úgyis sok pénzed van. Ha én nékem sok pénzem lesz, befektettem gépfegyverbe. Ó, oh, milyen csinosak! Hello! Szia! Nagyon jó ez a ruha. Köszönöm szépen. Ki fogja tálalni a helyzetet? Tüdesz te? Tálalhatod te is? De én nem! Nem! Mágus! Tüdesz! Figyelsz, jó! Uraim, maguk mindig itten pingpongoznak ezzel. Nem pingpongoznak. Nem akarják vállalni a felelősséget. Hát azt, hogy arra várnak itt az emberek, hogy azt az embert nyírjuk ki itt előttük. Ugye azt beszéltük, hogy onnan kezdődik a megállapodás. Így van, és akkor arról volt szó, hogy meghallgassuk az ő részét. Így van. Akkor a Klauszt várjuk ide. Akkor gyere létsz, és akkor mondd el a helyzet is létsz. Itt van az emberünk. Szavaz, bátya. Akkor mondd el itt, és hogy te hogyan tudod. Na, jó? Közben még egy dolog. Nagyon jó, meg nagyon szép, hogy ennyien vagytok. Nagyon a halom tetőről még eléggé sokan. Ők is nyugodtan ide jöhetnek, jó? Nem kell félni. Azt össze a kertet, tömbülke? Hát, meg ott hárma. Hárma. Nem feltűnő. Tényleg. Gyertek már ide, senki nem kért meg senkit, hogy bujkáljunk el, jó? Most azonnal gyertek ide. Kis huncitok, hogy tényleg nem voltak észrevehettek, jó elbújtak. Jó elbújtak, igen. Tetszen nem értem, geci amúgy. Akkor menjetek fel a hegyre, akinek nem tetszik, azt nem kell mit tenni. Ki az a kocsi? Jöjjön ide nyugodtan az alfánk, gyere. Mi velünk mondjuk. Oké. Jó. Na, meg is szólal esetleg az emberünk, hogy... Klausz itt vagy? Nem hallunk Klausz! Nem hallunk Klausz! Lehet már beszél egy éve. Na, most stabil lesz? Na! Na, majd most lehet. Na, hálló, sziasztok! Még igazából annyi lenne az egész, jó. Hogy... Volt egy ilyen időszak, ami nem voltunk videóba. Ti meg mi? Aztán ez által volt ez, hogy kimugattam az együttéket. Ti meg mi? Kicsi. Szeretem. Na, figyelj csak, itten akkor hozzád szólok, barátom. Mi azt az állat írjuk, hogy egy hiba, nagy hiba. Mellé. Ez a csáva, ez jó nyomja. Hagyj mély, most lesz.
Az, hogy te a múltat nem bírod elengedni, arra az, az már nem az én dolgom, mert az, hogy ennyire hanyagoljuk, hogy mi vagy, hogy az apádon nem bírsz túltenni per pillanat. Oké, és hogy egy apád meg így, meg úgy, de azért itt kell a kopasz, nem igazán kéne baszogatni, még senkit igazából tőlünk. Azt sem kezdünk. Jó van. Na, szóval egy hiba nagy hiba, egy szó, mint 100 Pepsi Cola, vagy nem tudom, ki vagy te. Nekünk ez a megállapodásunk. Akkor lesz közöttünk béke, hogyha te itt most szépen el fogsz húnni. Mint az apád. Úgyhogy most egy család, vagy igazából egy... Mi a faszom ez? Családfának, ja, annak vége. Majd nem biztos, csak... De nem akarjuk így van egy gyereket. De ja. Úgy problematika lesz. Az apádat tiszteltük, szerettük, de ő így döntött. Erről mi nem tudunk tenni. És már te se. Jó, bármi hozzáfűzni való valakinek. Ezek szerint nincs. Jó. Mágus? Többiek. Jó, az emberünket nem szívesen ölöm meg, viszont nem tudom, erre más megoldás van-e részletekről, vagy nincs? Őszintén, miután nem egyem. Jó, ez mi? Ez mi? Ez mi van? Valaki nincsen. Sok-sok csendben. Jó, oké. Nos, szóval. Visszatérve, megoldás. Hát nem tudom, figyelj, te hogyan éreznéd magadat, mintha most én azt mondanám, hogy itt van most. Vétezzünk valakit ki tőlünk, vagy én. Elkezdenék oda menni hozzád, majd azt mondanám, hogy az apámat megölted, és azért most te ezt meg ezt fogsz kapni, meg hogy lelövögetlek, vagy tudja a faszom, meg megszívodlak. Te hogyan éreznéd magadat? Na persze, ez egyértelmű, de viszont azt nektek is be kell látnotok, hogy volt egy olyan időszak, amikor mi teljesen egymás ellen voltunk, és ugyanúgy ti részletekről is jött egy olyan, hogy mi így fogunk térdelni, úgy fogunk térdelni, így fogunk kulani, úgy fogunk kulani, tehát szerintem ezt a kettőt ugyanúgy ezt lehet mérni, és szerintem ahhoz, hogy ezt mi elnézzük a ti részletekről, ti elnézitek ezt a részét, szerintem ebből így meg lehet állapodni. És akkor ez a hullás, meg az ilyenek, ezek oda-vissza volt, csak mondom. Ez sajnán csak úgy elmondom meg, hogy... Oda-vissza ment a szájjelás, tudom? Na hát akkor... Ezért mondom, csak én ezt szeretném hozzátenni, hogy ez az emberetek konkrétan saját indokok miatt csinált ezt az egészet. Nem illetve magának célba. Hát te is odajöttél sírni, amikor apád elárult a Diego-t, csak a szar. Tényleg volt egy ilyen! Ezt el is felejtettem, te kis aranyos. Kicsoda. Hát oda jött a házunkhoz. Kicsoda. Hogy ő keresi a... Ja, a kopasz. A kopasz fia vagy ki. Jó, mondom, még mindig a morsba érünk. A múlt elmúlt. Az, hogy ez az ember ilyeneket... Tényleg! A múltba ennyiben nem tudok átlépni. Figyelj. Akkor mi se lépjünk át? Mondtok ennyire ő őt a kopasz, mert elárultak. Az apja elárulta a családját. A családját, ja. Kopasz hozzáfűzni való. De én apám árulta le családot. Én már nem tudok igazodni. Nem emlékszel kopaszról, még haveroddal voltál ott nálunk. Ott lenne a, valami izén. Stégen, ott beszélgettél, oda jöttél, nem? Igen. Igen, ott mondtad, hogy apád volt a kopasz, meg én nem tudom, mit mondtál még. Így van, igen, igen. És akkor szeretném megtudni azt, hogy konkrétan mi volt a probléma, ami miatt úgymond a barátság, ami volt, a két család kezdve megszűnt. Ja, én elmondom, igen, 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 mert ott akartuk tájékoztatni, mert az csalódás volt nekünk, hogy igazából, igen, szövetséget akartunk bontani, de a kékekben nem volt annyi vér, hogy megjelenjenek előttünk. Hanem kopasz lelécet, és mindenki lelécet. Meg tali voltak téglával, nem? Még szállt akartak adni a kopolámmal. Igen, kopolámmal. Tényleg. A kékek, a rendőrök. Mindenki. Olyan információt kaptunk, nem egy nem két helyről, hogy nem békés lesz a tárgyás, szerinted oda fognak menni egy maroknyi ember egy hadsereg elé? Ilyenre nem volt szó, hogy nem békés, csak fölbontottuk volna a szövetséget és ennyi. Aha. Hát én ezt az akkoriban... De ez tényleg régi sztori. Máshogy hallottam. Ez már tényleg régi sztori. Oké. Okay. Még egy kérdésem van. Akkor most egészen nyúljunk vissza, nem tudom...
még megszületésünk idejéig. Tényleg igazol! Visszanyvinni ezeket a sérelmeket. Csak ha már bosszúról beszélsz, akkor... Szerintem ez most eléggé a jelenbe. És hát a múlt... Tehát, geci. Szóval, eléggé mostanában volt. Meg az, hogy... Bocs. Vagy másfél hete indult ez az egész. Meg pont ez az, hogy magánakcióban... Itt nem passzoskodott ez az ember. Nem volt magánakció. Nem volt magánakció. Nem, az nem a magánakció, így van. Az a magánakció. Nem tudom, ki mondta, hogy magánakció van. Miért húszan álltátok körbe? Nem, csak úgy volt megbeszélve, hogy mivel nem vagyunk jobban, ezért nem is leszünk maga. Hát, hogyha egyedül megyünk, hogyha húszan megyünk oda, úgy élet. Ha egy ember van, hát kettő, három, az oké, az oké, de teljes mérkedégetek van, de viszont már amikor úgy most saját férjemeket tud mondani, család miatt elhagyod, mert szerintem már problémát van. Bocs. Mint hogyha tegyük fel most én, azért elkedélyünk barátni az egyik emberetek, mert hogy nem tetszik, mit tudja a haja. Akkor magának jónak számít. De ez nem, azt mondjuk, hogy ez főnöki parancsra tette ez az ember. Ja. Azt, hogy magyarán szó, hogy az apját követelje? Hogy az apja miatt... Mert ezt gondolom, ezt mondta indoknak szerintem, ezt mondta indoknak. Ja, azt mondta. Ez gond, szerintem honnan, ezt gondolom, még plusz az ő részére. Kiölte meg az apját amúgy. Hát elvileg onnan, hogy volt egy levelezésünk. És megkérdezte, hogy... ki ezt, hogy elvileg hallott, hogy mi vagyunk a kékek, vagy mi a faszom. Ja, nem Diego vagyok. És akkor mondta azt, hogy hozzánk tartozott az apja, és akkor ez már nagyon-nagyon régen volt. És akkor mondtuk nekik, hogy neki igazából, hogy nyilván. Majd utána azt mondta, hogy össze kéne fogni. Majd utána elvileg kopasszal, meg kopasznak az egyik barátja ott volt. Elmentek elő beszélgetni, azt mondja, nyakon szúrás történt, hogy mi a faszom kopasz irányában. Jó játszik, aki most beszél. Kopasz, ez hogy volt, vagy mi volt? Konkrétan az volt... Hát, az ember... Kérdezi meg az ő szempontját, és kíváncsi vagyok, hogy ennek ez hogy volt, mert most elmeséltek mindent. Így van, mondja elő is akkor, hogy már itt tudjunk. Na, mondod akkor, hogy... Megint nem hallunk. Igazából annyi volt, igazából, hogy Fili voltam. Még nem voltam köztetek. Annyi volt, hogy én a telefonon kézét, hogy beszélnék a kékkel. Én van valami bicskú, vagy nem tudom ki, én tőle megtudtam, hogy zapámmal megölték a kékek. És ez miatt én találkoztam egy kékkel, beszélgettem vele. És akkor kitudakoltam, hogy igaz-e az egész állítás, aztán igaz. Aztán elmentem a golfpálya mögé, megkaptam azt a kifentést. Gratulálok. Ez igazi megoldás. Egy kérdésem. Bicskó honnét tudod ilyenre, amikor ezt találom belül egy dolog? De én is rendek, és hány ember volt ott, amikor leszúrtál valaki? Én meg ő. Én meg a kopasz. Túléltek? Nem. Nem mi a faszom? Hát akkor... Elvileg a kopasz azt mondta nekem, hogy azért volt mellett egy... De most várjunk, álljunk meg egy kicsit, most kettem voltak ott, az egyik meghalt. Ott volt a bicsit. Az egyik meghalt, akkor honnan, na jó. Ez egyre rendelmezett. Most ezt nem értem, most várjunk. Én nem tudom, de engedjük el. Hallgassuk még a kopaszt. Én az infomit kaptam, hogy ugyebár engem ez a pecsikólás rász leszúrt, ezt a bicsit mondta el az esővítónál szerelőtelepen. Mert ugyebár, hogy ő ott volt. És ő van, tudott róla? Hát, mert bicsit ott volt ezek szerint, akkor az... Dehogy volt ott, senki sem volt ott. Akkor ő honnét tudta ezt az én meg te voltál ott, oda hívtalak, megfogtam, beleküdtem egy késsel a nyakadba, azt ennyi. Jó, de mindegy. Én akkor ezt nem tudhatná. Én megettem egy kocsiba. Ennyi volt. Nekem szólt a mindegy. Csak voltak ott, akkor ez érdekes tudni. Hát igen, eléggé. Jó, hát akkor mi legyen? Mert ugye... Sajnos az a megállapodás nem tudjuk megtenni, hogy megöljük a Klaust. Hogy hát, lehet ezt másképp megoldani? Mit tudnátok esetleg ezért felajánlani? Mert ugye erre nem gondoltunk, hogy ez lesz belőle. Mert ugye tegnap is mondtuk nektek, hogy úgy fogunk időn, hogy kinyírjuk, mert... Köszönöm, hogy elmondtuk a ti részetekről, az ugye nekünk az úgy jött, hát, hogy az tényleg nagy szalma van, de utána meghaltuk az ő részét, és akkor így már kicsit... és meghaltak az ő részét, és mondjuk kicsit furáljunk. Így van, ezt így beszéltük meg, hogy én elmondtam az én verziómat, amit tudtam, hallottam, és akkor úgy beszéltük meg, itt lesz az ember, ő is elmondja a véleményét, és abban azt mondja. Most ez mi történik?
Igen, és akkor most... Hogy most... problémájuk? Várjátok már most, elvileg az volt a szitu, hogy ketten voltak ott. Elvileg a kopaszt leszúrta, akkor a harmadik fél honnan tud róla, hogy lehet szúrva? Ez a kérdés. Jó. Most érted, most semmi probléma felétek, meg semmi. Csak ez meg hogy kiszúrta a harmadik fél valami úton. Ezt tőle kell már megint. Szerintem ellocsifecsiszte neki, vagy nem tudom. Skuker is ütelő a harmadik ember, hívjuk ide, azt kérdezzük meg. Én sem szóltam volna senkinek semmit, ha nem kaptam volna egy ilyen információt, ugye bár. Kopasz kapott egy MG infót. De tény, az tény, hogy leszúrt. Elvileg az apja miatt. Jó, csak most megint egy a harmadik fél miatt vagyunk ja, itt, meg van ez a helyzet, hogy mi úgymond köpködünk egymásra ez miatt. Érted? Miközben igen, azt nem volt, is tudhatódott volna ki. És volt még egy olyan szituáció, hogy az pont itt volt. Ugyanúgy felkeszült ez az úriember, hogy találkozunk kéne, mert információkat akar kiadni. Mondom, jó van, találkozok rá. Most kijöttem, itt volt egy izény. Nagyon mozgulódás. Akkor most megállítom a beszélgetést egy picit. Mondom, várj egy kicsit. A tetőre, srácok ugye a tetőre ment fel az a pár ember, ugye? Igen, ember. Tőlünk mentek föl? Igen. Jobb faszom ment fel a tetőre, bazd meg, takaroljatok már a tetőről. Ki a faszom mondta azt, hogy menjetek fel a tetőre? Én küldtem fel két embert. De ne menjetek fel a tetőre, itt beszélgettünk, gecsi. Azt mondták, hogy fönn googolnak, ott vannak fönn hármat. És hogyha ott googolnak, akkor mi van? Ide jött meg tárgyalni. De oké, csak úgy is az volt a probléma, hogy mi nem vagyunk itt, nem mindannyian. Akkor ők is jöjjenek mindenki. Mit zavar minket ott fönn az a pár ember? Fegyverrel a kezükbe? Jó, azt szóljátok, hogy csináltok, amit akartak, oldjátok meg, bazd meg. Hát a ki a gecsit éltek el? Hoppá! Jó, közben. Fönn voltak a nap? Jó, az a probléma, ja, a hogy ti is felszólítottatok, igen, minket, hogy jöjjön ide mindenki, de pár ember tőletek is fegyverre a kezébe fönn van. Hát, de végig is ez csak a ügyelem, ami tegnap volt a részletek közül. Hová ment a... Neki ilyenkor pihenésre van szüksége. Igen. Tovább marad itt, akkor gyűlöszünk. Akkor igen, összeesik és meghal. Szóval, tehát hogy a mélypert nem azt védjük, hogy most itten. Jó, nyilván az is, de hogy legfőbbként az, hogy mások rendőrök és így tovább ne jönnek. Nekünk most az az elsődleges. Jó, úgyhogy akkor mi a megoldás, hogy nem itt vagyunk, hogy most már ez mindegy, ez így történt, akkor innen csináljuk tovább, hogy Klaus nem nyírjuk ki. Aha. Tehát akkor magyarán szóval a tegnapi megállapodás az a így. Sajnos most nem jön össze. Kúszik egy kutya. Aha. Miért kutya? Jó, hát akkor ezt az egészet, ezt nekem újra meg kell beszélnem akkor a... Persze, egyértelmű. Úgyhogy akkor mi megint mindjárt jövünk. Jó. Nagyon Klaus, megúsztad eddig! Még van ennek a csávónak a kezébe egy fegyver, ott a lépcsőn. Jó teszi. Amúgy... Ott a lépcsőn. Ott vannak fel. Asszoma. Mit látom úgyis? Én nem... Hallod? Ott van a lépcső, nem látok azt. Most van szokta. Ott vannak a tetőn. Hát ott kúszott le az előbb a lépcsőn. Azért küldtem fel. Fegyverrel a kezébe. Azt mondják, hogy azért, mert hogy a rendőr. Na, figyeljetek, viszont amit kérnek, azt megadjuk nekik? Vagy attól függ, hogy mit kérnek? Nem tudjuk, Klaus életben marad, ez biztos. Kíváncsi vagyok, mit fognak kérni. Vagy nem fognak. Ide fognak jönni fegyverre. Lehet, amúgy. Szerintem helyezkednek. Tetőn is vannak. Mindenki itt van lent. Rohangalnak szarszél. Nem értem. Aha, beszálljunk, hogy jöttem vannak a kocsiba, a Feri meg a izé az egyébként. Ne, nyugi. De nyugi, srácok. Feri meg a szarvas az én kocsiba vannak. Ők is ugyanúgy beszélgetnek. Most ez ott miért? Hát csak megbeszélik, hogy... Persze. Ott kúszik a másik a vizénél, a falnál. Látod? Jó, maradjatok. Ha, most körbe vesznek minket? De amúgy helyett kurvára helyezkedik, szerintem is. De nem értem, hogy miért. Nem lesz már. Hát most mindegy, hogy így kérik, vagy lefegyverezve, értitek? Úgy, most teljesen mindegy. Halló? Ő? Halló? Call centernél vagyunk. Jó. Fegyver legyen. Nincs fegyver, csak macsete. Jó, mindegy, mi van, ők legyenek első. Jó. Ad valaki kaját, hogyha ma itt vagyunk? Én is az 154-es. Nem tudok már. Nem ám adná azt, hogy így. Ez a gyerek. Anyas a számad.
Utolsó vagy soha? Mennek fegyverre lőhet. Nem, ne lőjétek. Na, csak erre. Az a baj, csak tudod. Halottkály, amit mondtam neked, ezt nem hozzuk fel. Ah, ez itt? A pingvint? Igen. De most mi volt, mert én lemaradtam, mert a pingvin azt mondtad, hogy izé. A pingvin ugye az mindig szállja. Az mindig, az állandóan. De azt már mondtuk tegnap, azt már mondtuk nekik tegnap. Hát jól mondtuk, de akkor... Amikor volt ez a szituáció, hogy a kopaszra is lett lőve, akkor én is ott voltam a kaluval, és igazából nem az volt a fő indok, hanem a pingvin is, mert akkor eléggé rosszban voltunk a képeket. Szóval nem az egyetlen. Jön, nem az, várjuk, mert mit akarnak. Ja, kíváncsi vagyok, hogy mit kérnek cserébe. Hát köszönjük szemet. Na, hívogatnak? Hát látod, kapásnak. Ki? Dehogy én itt vagyok. Na, a fegyver van a kezében. Sikerült meg beszélni? Kinek van a fegyver a kezében? Bóznak az öcsém. Gecire kezdtem ott fölbaszni egyre jobban. Nem, hagyjál. Fontos, hogy milyen ez? Nos, Ádika nagyon lövődött kettve. Gyors kérdés, két emberetek milyen van külön? Nem tudom, mit csinálnak. Engedjük el, folytassátok, mert csak felhasználtunk. Na, tehát akkor... Aha. Hogyha mindent jól értek. Tehát akkor úgy legyünk békében. De mi kaptunk 1 milliót és Szotyi ennyi. Ja. Mivel a kopasz, ő csak 600 ezeret adott nekünk annak idején. Hát meg 4000 különleges füvet, meg 18 darab fegyvert, igen. Arról nem tudtam. A fegyvernek 70k darabért. Hát kb. Tehát hogyha most nem az emel, hogy pénzeket nézzünk, csak te mondtad. Jól, vágom, hát vágom. Az egy picit más összeg. Úgyhogy ti még jobb helyzetben vagytok. Azt az infót kaptam, hogy 4000 különleges fű nem lett odaadva. Nem lett oda... Nem 4, 3000 volt. Vagy, mit tudom én. És nem lett odaadva. Kaptam oda a kaszinó publikba. Kaszinó publikba lett átadva. Szemtanú vagyok ő. Nem az idegbetegnek, aki elmegy? Nagyon érkezem. Hát, valószínűleg ő lesz. Elvileg, ha vele is telefonáltatom, biztos, hogy ő volt az. Ha vele telefonálsz, igen. Ja, akkor volt, neki lettük oda. Igen, neki lett átadva. 3000-et adtál neki. Hát körülbelül így 3000... 20-30 valamennyi lényegszerűen 3000. Feszült a légkörcset. Jó, szóval igen, amit mondtál, jelenleg így állunk. Jelenleg így állunk. Jó, Heli veletek van? Milyen heli kopter attól függ? Luxus heli? Srácok, ja, utoljára kézzem. Veletek van, vagy sort 10 metre? Akkor nem hallottál. Ez a csávó, aki elment. Ez velünk van. Jó, akkor mondja már, mondja. Így nyugszik le. Jó, akkor annyit kérek, hogy akkor szálljon el a tető felől. Jó, annyit megkértem tőlük, hogy a tető felől szálljon el a helikopter. Szóltok neki sem? Mindenhonnan szálljon le, azt mondjátok? Akkor le a földre. Tüdesz! Szálljál le, tüdő! Nem halok meg, bak! Jó, de nem baj, hogy nem én vagyok lelőttem. Tényleg tüdesz? Jó gáz, mondjuk. Na. Kérlek, szállj le az a kérdés. Mi a gáz? Amúgy mondd már el. Ja, akkor? Hát, okay. Csak semmi, csak a srácok már megint paráznak rajta. Addig, hogy itt van, hát. Na. Annyi a lényeg, hogy akkor... A tetőn vannak. Jó. Okay. Tudjuk, hogy vannak a tetőn, tudjuk, hogy hol vannak. Gyere, szállj le! Azt is, hogy fegyverben már tudjuk. Na jó. Azt mondom, hogy nálunk tetőn ez ugyanaz, mint hogy tegnap voltak nálad. Jó, de ez mondjuk, nekem mondjuk. Jó van. Na, igen? Na, megvártam közben a rádió csinált, bocs. Nem hallottam volna semmit. Azt, na, szóval... Akkor... Nekem igazából... Belemegyek, tehát azon nincsen gond, csak... Tehát az, amit tegnap megbeszéltünk, az így körülbelül felbomlott a faszomba. Így van. Ha persze, csak ugye az ő részét ugye mi nem hallottuk. Ez ma lett nekünk is elmondva.
Azt mi is az előbb tudtuk meg a találkozó előtt negyed órával. Negyed órával, értem. Mert akkor jött az ember a városba. Igen, ugye azért az úgy volt, hogy még nem meg se érkezik. Utána érkezett meg, és akkor... Igen, egy fokkal jobb, hogy ide jött. Hát, nem árt. Hogy már őt akart volna kinyírni. Legalább ennyi volt benne, hogy ide jött és elmondta az ő véleményét is. Na, tehát hogy... Jó... Dolgozok, csak az a gond... Nem tudom, tehát... Jó, megvan ugyebár ez az 1 millió, oké. Okay. Ez most ugyebár okot ad részben arra, hogy elengedjük ezt a multi sérelményeket és így tovább. De... Az a gond ugyebár, hogy itt... Nem, tehát... Nyilván ez így most mehet, csak hogy én az bassz igazából, de nagyon, hogy amit tegnap megbeszéltünk, tehát hogy akkor őszintén mi a büdös faszomért volt, amit nektek fél óra, tehát azt beszéltük meg, hogy bár, hogy ő ki lesz nyilván. Erről ment le múltkor az egész tárgyalás. Tehát mire inkább az... Tehát itt, akkor... itt nem volna, akkor se lett volna. Csak már tegnap szó szerint belement, azt mondta, hogy ki fogja nyílni. Igen, mert úgy jöttek elő tényleg, hogy ő volt a hibás telibe. Hát, viszont mondjuk. Ugye, hát igen, csak ugye ide jött és elmondta részét, hogy volt ott valami bicskú, volt valami harmadik ember, volt valami, stb. Nem értem így az egészet, szóval ezért nem láttam értelmét azt, hogy itt most kinyírjuk. Meg alapból egy tovább, embert nem nyírok ki. Kérdezzük már meg, akkor jöjjön csak ide. Jöjjön ide, kulasz. Kulasz! Szóval, tessék. Barátom. El tudsz engedni itt a múlt is érelmeitől? Igen, nem. Elvágyán. Jó, na legalább már ennyi van benned. Na, ennyi akkor. Jó, többet viszont hallani se szeretnék erről az apás témáról, mert akkor vannak gondok. Tehát, semmi külön tárgyalok. Tehát, hogy fia, ami viszont meg lett beszélve ez a hétvége, és azt viszont mehet, azt nagyon adjuk. Ha már meg lesz beszélve. Ez melyik hétvége? Ez most vagy jövő hét? Hát ilyen, amikor ti is úgy érzitek, meg mi is úgy érezzük. Viszont ehhez mondanék egy annyit, hogyha lehet, akkor ez nem minden hétvégén legyen. Nem, tehát... Nem majd, minden hétvégén. Úgy... Azért mondom, mert tegnap ugye arról volt, hogy minden hétvégén meg egy kicsit lementem, hogy mondom, micsoda. Nem, de hogy is. Annyi időnk nincsen nekünk. Nem arról volt, hogy minden hétvégén, hanem hogy mindig hétvégen meg legyen. Akkor félrejtettem. Ja, hogyha maximum mindig hétvégente, amikor ti nektek is úgy van. Hétvégzem senkinek nagyjából. Valakinek nem jó, szeretne ott lenni. Na, akkor viszont térjünk akkor egy másik témára. Volt ez a kutyásos... Pingvines. Ja. Megint nincs itt a kutya. Két szerencse csomó. Hát, viszont a pingvinünk az itt van. Na! Jó. Amivel akkor lehívom, ő is elmondja a saját szemszögét, majd utána vissza föl fog menni, és akkor mi is utána megbeszéljük ezeket a beszólogatásos dolgokat. Na, az a baj, hogy a kutya most nincs itt. Nem baj, hát most ugyanúgy át tudom már neki adni, mert ja, majd utána. Na jön a pingvin. Csát itt azért izgalmas, hogy ilyen, mert bármikor eldurulhat a helyzet. Ezt mondtad nem? Nekik is. Na, süt a szemem, hogy hunyorítok? Más sérelmünk egyébként volt egymás között. Ő nem. Bocsánat. Tudok róla. Nem ilyenről lenne szó. Most komoly. Na ez a szerencsés, hogy most még nincsen a pingvinnek. A pingvin jön. Nagy közben addig itt megteszi a fehér pulcs is, vagy mit tudom én milyen es úr, hogy kiáll a hölgynek a szájából. Jó, hogy persze. Na, mit csinálsz? Csókolózni akarsz? Ez tudom, az úr tetszett, de mindig. Hát, ja. Ő a pingvin? Én vagyok szemben. Pingvin, mondd el kérlek szépen akkor, hogy hogyan történt ez a beszólogatós kutyával való szájlás. Hát ugye előtt engem fölhívott telefonon, hogy én valamit csináltam a haverjai vagy bárkivel is, és ugye el akar engem hívni tárgyalásra,
igen. Én mondtam, hogy oké, okay, kis időt kérek. Egy haverom fölhívott, hogy nagyon gyorsan most kéne menni valamilyen bizniszre. Ott voltunk. Hát mondta, hogy pont nem érek rá, mert kicsit furcsa volt, hogy sose hívott még ilyen miatt föl. Kicsit furcsa volt. Kéne menni gyorsan valamilyen üzletre valahová. Pingé! Nem mentem oda. Akkor utána ugye láttam, hogy engem vártak, nagyon ott verezzel ott voltak. Jó. Én akkor ott álltam még, utána ugye meg később, már a kutyuli mondta, hogy ha nem fog kimenni, akkor el fognak ugye kapni. Hát én mondtam, hogy állok elébe. És utána viszont igen, már szájaltam neki többször is, hogy kizú van az elkapása, stb. Mert ugye keresett engem a városba, csak nem talált meg. Igen. Ez így nagy volt, emlékeztek a sikátorba? Így van, és utána, amikor ott térden álltam előtted, akkor utána még mondtad, hogy mit fogsz te is vele csinálni. Ó, oh, akkor maga az. Yes. Na, yes, 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 nagyon jó. Ezt is jól tudni. Tetszik az új ruhája az köszönöm. Új. Köszönöm. Igen. Kis lazda. Nem mondjátok ilyen sokszor, mert egy először aztán nekem reflexálni. Jó, babá. Az a lényeg, hogy akkor igen. Kivéreztem ezt a pingvint, hogy fenyegetni akarná egyébként, hogy nem annyira. Nem akarjál beszélni, de ilyen fenyegetőnek tűntem, hogy a pingvint, szóval nem szabadna hagyni a dinoszaurusok. Jó, ez ilyen személyes sok, ugye? Köztetek? Hát ő az miatt, igen, mert ő is nagyon fenyegetett, aztán igen. Nem, az nem Diego karakteremmel volt. Valami kuszáj volt neki is azért tenni, hogy na. Ha jó lenne, itt lenne. Azt akartam mondani, most a kutya nélkül nem tudom csinálni. Ja. Nem baj, megbeszéltek. Az enyik, hogy most már tudjátok az ő álláspontját is. Ja. Akkor fejezze be, gondolom. Én semmit nem is akartam volna, a kutyuléva ő keresett engem föl. Jó, oké, okay, köszönjük Pingvin. Na, viszlát. Hello. Szia. Na. Akkor ezt is letisztáztuk, tehát alapjáraton akkor még egy dolog. Tehát ezeket a szájjelásokat én ajánlom egyébként, hogy szerintem ezeket így hagyjuk ott, mert mindenki tud szájjelni. Én a tettekre haragszok, az összes többi igazából. Tehát, hogy itt se ezzel az emberrel, nem az volt a gond, most hibosgasson nyugodtan engemet azzal, hogy el fog kapni az apja miatt, mert leszarom. De hogyha itt elkezd már szurkálózni, az már nem igazán tetszik. Igazából. Jó. Akkor ennyi. Hát, jaj, valakinek kérdése, óhaja, sóhaja, bármi. Szeretnék egy népsajtos pizzát, akkor tényleg. Én egy eszpresszót. Big Mac-et. Jó van. Telhetetlen, nézd meg. Várjál, intézem a Foodpandát. Ja, és tejjel kérnek. Na jó van, szerintem, nem tudom. Hozzáfűzni valamit. Nagyon a ruhába, mint a barátaik, és mondom a saját ruhájukban. Sziasztok, szépen. Akkor jó, Jani. Viszontlátásra, uraim. Ó, hát ez itt nagyon... Most ez necces volt, de igazából... Jó arcok voltak, mert elengedték a dolgokat, nem? Nem, Chad? Vagy most mi történt? Jó, hazamegyünk. Igen? A vörös melletti tetkos csávó a főnök. Nem hallak a kocsi miatt. Hát, én azt nem értem. Arról küldtem útkor képeket. Hogy ez a gyerek, aki tárgyalt, hogy ez miért van abban a ruhában, mint a haverjait, és miért nem a saját ruháit, hanem engem ez... Ja, az kék volt tényleg, és infis ruhában. Hát az Leo is ugyanolyanban van, mint az élő. Vagy az élő. Az érdekel, senkit nem idegesített ez az orgánusban. De nagyon nagy képű volt. Minden szarvas, meg vannak a képek, amit küldtem. Majdnem gyakorlatilag. Bocsánat. Én akartam hozzá átolni, mert elkezdtem mondani ezt, hogy én ezt tudom. Úgyhogy ez az autó, hogy megvan. Hozzánk akkor, jó? Átbeszéljük, hogy mi volt ez. Csát, akkor vasárnap én intézem a mentősöket. Hallod, de lomha! Ez az autó egy forst? Hát azért, mert össze van. Kicskinyát, ha akartak volna, ezt nem engedtem volna. Hát ha hiszed, hanem most mi voltunk ilyen helyzetben, hogy ezt el kell kicserni. Tehát a kékekkel mi is ezt csináltuk. Még mindig sokan nem értitek a verbi lényegét. Miért? Én nem értem.
Nem akartuk, hogy el. Most amit a tervet megbeszéltünk a Lafuentinél, ahhoz tartjuk magunkat. Dongo! Azért egy közit így is adjak rád? Mert tudod, hogy nem szeretem ezt, hogy itt magánykodás van a cseten. Én mindig kérem a csetet, hogy szépen beszélnek rólatok, te meg ilyeneket írkálsz. Nem szeretem ezt. Jó, a nagyképűségből vissza kell venni egy kicsit, jó? Hát ez tényleg egy fostalicska autó. Ő Peti. Képű. Most megy Discordon is, meg itt átcseten is az adott kapok. Egy 1000 közében megjutalmazok. A kis szuki. Hát de tényleg nem szeretem cseten is. Elég IC-n a szájúzkodni. Én ezt nem szeretem nagyon. Pont le is füstött. Le is füstött, meg is álltunk. Lukájjal azt el kell beszélgetni, hogy ez így nagyon jó. Mármint? Tegnap is meg lett kérve, amikor tetőre bújtunk, hogy ne használja a fegyvert, ugyanúgy... Ja, az ő csi? ...a fegyverre, igen. Ez baj. Most is. Jó. És azért lett mondva, hogy tartják a fegyvert, mert itt az öcsém elővette a fegyvert. Jó. Ja, tényleg Ádika vette elő a fegyvert. Öcsi, gyere! Mondom, csak öcsi. Ja, öcsi, nem láttam. Öcsi, van egy kis probléma. Miattad került majdnem az egész csapat bajba, mert azt a fostalicska fegyvert nem tud elrakni. Mit hadonászol azzal? Bajba sodortál majdnem mindenkit. Miért volt a kezedbe a fegyver? Mert mondták, hogy mikor ott elkezdtek futkorázni, hogy menjünk el onnan. Én meg elmentem onnan és elővettem a fegyvert. Jó, de ilyet ne csinálja, még nem mondok, mert majdnem ebből volt probléma, jó? Bocsánat. Vesz létszetese. Jó, semmi baj. Csak figyelj oda erre, jó? Jó van. Kösz, szeretlek. Én is. Hát ott nem voltam háromszor azt az ember, hogy nem azt kell jönnek, hogy a bokorba. De jó, hát Guy mondta nekik, hogy menjenek fel. De két a dióda, az más volt. Rajtad akadt ki Kájra. Ja, a Kájt most helyre tettem, mert ő vette elő a fegyvert, az öcsi. Úgyhogy több ilyen hiba nem fér bele. Dáfé, de most... Te hallod? Kobra. Na. Nem érzed meg a csicskának most azért? Hát figyelj, ez a csávó, ez olyan nagyképű volt, meg arrogáns, ezt helyre kéne tenni. Nem? Figyeljetek, én amúgy pozitívan értékelem ezt, mert Klaus életbe maradt. És nem kértek utána semmit. Ja, azt tény, de azt az arrogáns faszt, azt... Azt a csávót helyre kéne tenni. Elkülséget mondok, de szerintem hagynunk kéne. Ja, kopasz meg hebeget habogott, azt se tudta mi van. Kopasz el volt tévedve. Csodálkoztok, eddig is el voltak tévedve, ezek nem fognak helyre jönni. Eddig is el voltak képbe. De mindegy, szerintem mire... hagyjuk őket inkább. Ezt akartam kérdezni, mi legyen. Kicsit hagyjuk őket. Hagyjuk. Hát én amit beszéltünk a főnökséggel. Igen, nem számítanak rá a lecsapunkhoz. Szerintem egy pár hét azt úgyis ők maguktól ránk. Ami nem is csinálunk semmivel. Ha már nagyon néztek minket, amikor jöttünk onnan. Meg is állt az egyik fény. Szerintem arra várnak, hogy hibázzunk valamit felé, azt utána megint elkezdődünk. Vannak a frakciókban helyek. Halljátok, itt megy egy rendőr. Zsaru. Rendőr. Nest, ne írja ilyen megjegyzéseket, mert bannolni fognak a csetről téged is. Nem ment egy kört itt a rendőrben. Ez egy csetszabály már régóta, hogy nem szívunk meg
másik frakció sem szívít senkit, meg magánykodik. Bejön egy kávéra? Figyelj, vasárnapra tegyük, mert én sajnos kell mennem aludni. Á, csak megkérdezem, hogy bejön egy kávéra, hogy itt körözgött nálunk. Kicsoda? Ja. Rendőr, szóval szodos kapitány. Nagyon jó volt. Jó, figyeljetek, nem tudom, a többieknek még nem mondtam, hogy mi lesz a terv. Tisztelt kapitány. Oké, hogy most leszálltak rólunk, viszont a mentősökkel és az összes szerelőteleppel fogunk beszélni, hogy dupla vagy tripla áron szereljenek nekik. Magunk mellé állítjuk őket, aztán majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Hát akkor az ég ebaszt lesz a múlt. Na, hogyha a szerelők elmondják, hogy mi mondtunk, akkor... De nem fogják tudni, hogy mi voltunk. Hát én bemegyek oda, aztán ennyi. Vagy egy olyan ember, akit nem nagyon ismernek. Aki nem nagyon szokott beszélni. Majd vasárnap ott azért mondom, beküldünk egy olyan embert a mentősökhöz. Egy kis... Én adunk nekik egy kis pénzt, aztán fontos dolog lesz. Hát de is azért most meg fogják őket drágában szerelni. Hát igen, hagyj húzzák le őket, nem baj, ha nekik apró pénz, húzzogassák le őket, a szerelők is, a mentősök is. Hát de most, hogy jó. Nem, de most mondta, hogy megkérdezte, hogy szóljon nekik, hogy ne körözzenek el. Kíváncsiak, mi lesz. A szerelőknek fizetje el? A lilák is, az összes banda főkeresi a szerelőket, ők intézik a szerelőket, én a mentősöket fogom. Hallod, Vajda, te intézd a beviszt. Ez így nem rossz, ez már jobban hangzik így sokkal. Ja, a többi banda is segít, persze, nem akarják, hogy őket is elnyomják. Tényleg most ő velük volt talán? Hát ezt mondom, ezt beszéltük. Ja, ja, jó. Persze. Hát nem voltunk ott fenekszem. Ja, ja, ennyi, meg kell, az összes banda, a templomosok, pirosak, lilák velünk vannak, ilyen téren. Pirosak. Aha, volt a piros képviseletében is egy csávó. Hát nincsenek sokan, van medve maszkba volt. A medve sajt, valami piros kendő volt a zsebében. Jaj, ja. Amúgy vannak ilyen zöldök is a városban, látom bármi autót. Hát még régen a beépített emberem volt. Jó, meglátjuk mi lesz, de szerintem eredményes nap volt, hogy Klaus életben maradt. Ez fontos. Klaus a pénzt majd utal, jó? Köszi. Így van, másfél millió. Na jó hétvégét, jó pihen, és vigyázzatok magatokra. Ja, amúgy előbb kérdezzétek engem, néha én adok olyan feladatokat, hogy most tudtok. Ja, ja, hogy a kommunikáció a legfontosabb, látjátok itt is. Kérdezzük meg a másikat. Szavasz, kobrász! Akkor persze, de a moderátorok azért vannak, hogy rendbe tegyék, meg én is rájuk szólok. Csak nem szeretem, érted? Elég IC, ha itt szálljanak egymásnak az emberek. Az, hogy... Tóci, ne, megkérek, hogy ne sértegessétek a másikat, meg ne vagánykodjunk, mert ez nem vezet jóra sose. Na, chat! Akkor vasárnap. Vasárnap fogunk találkozni. Mennem kell most. Jó pihenést. A tagoknak rögtön előtt lesz a stream. Aki nem tag, neki holnap. Köszönöm a támogatásokat, a tagságokat. Vasárnap találkozunk, és köszönjük az RP-t mindenkinek, amit ma csináltunk, mert ez tényleg jó RP volt. Hoztam mindenki, amit kellett. És ja, a mai videót nézzétek meg. Jó pihenés mindenkinek, sziasztok, köszönöm a moderátorok segítségét, hello, jó pihenés, cső, vigyázzatok magatokra, vasárnap reklám, a stream lesz, így van, sziasztok.